Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szünet utáni első soros testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mindenki jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem a Csordás képviselőt, hogyha egyetértetek, akkor készen állással jelezzétek. Nem tartozkodunk. Jó, akkor jegyzőkönyv hitelesítőt teszem. Napirendi pontokat megkaptátok. Annyit cserélnék, hogy a második és a harmadik napirendi pontot csak az miatt, hogy vannak vendégeink, és akkor először azt a napirendi pontot tárgyalnám, ami a vendégek miatt van, vagyis hát amiben ők is részt vesznek. És akkor ennyi lenne a változtatási javaslatom, hogy cseréljük meg, hogy a hármas legyen a kettes napirendi pont, jó? Ha ezzel egyetértetek, és igen? Nekem lenne napirendi pont változtatásra még javaslatom, pontosan egy meghívóra. Itt a négyes napirendi pontnál látom azt, hogy a tájékoztatás a Kapos Mérői Közös Önkormányzat Hivatal működésével érintő változásról az előadó dr. Mészáros Renáta. Én szeretném meghívni Pruckner Gábort, a közös önkormányzat elnökét, hogy ő tartsa meg ezt a beszámolót. Én pedig azt mondom, hogy nem, megmondom, hogy miért. Mert a közös önkormányzati hivatalnak a vezetése, a munkáltatói jogkör gyakorlója az a jegyző. Tehát a jegyző dönt, a jegyzőnek a feladata a munkaszervezés. A Gábor ilyen formán, ő nem a hivatal vezetését látja el, mint polgármester. De ő úgy tudom, hogy ő a főnök a Renátának. Az lehet, de akikről viszont szó van, azoknak pedig a Renáta a főnöke. És a testület dönthet erről, vagy nem dönthet, kérdezem a jegyzőasszonyt, hogy meghívjuk Pruckner Gábort. Ja, és meghívásról? Igen, és tartsa meg a beszámolót. Hát, hogyha a testület úgy dönt, hogy hívják meg, akkor hát fel kell tenni szavazásra, módosító indítványként, és akkor a testület úgy dönt. És akkor ez azt jelenti, hogy tehát akkor a következő ülésig akkor nem tárgyaljuk a változtatást. Igen. Én nekem az a ugyanúgy támogatom a Melindának a javaslatát, hogy Pruckner Gábor, ő Kaposmérő község polgármestere, tehát ő mérőbe polgármester. Ezt én értem, amit te szeretnél mondani. De a közös önkormányzatnak az elnöke. Igen, a közös önkormányzat. És avval kapcsolatos most a változás jelen pillanatban. És a közös önkormányzat az azt jelenti, hogy a körjegyzőségben van 7 darab polgármester, ugye? A 7 darab polgármesternek a döntését közvetíti a Gábor, mint mérő polgármestere. Ott a döntés a székhelyi polgármesteré. Hát igen, de meg kell beszélni a másik 6 darab polgármesterrel. Igazából a kirendeltség tekintetőben munkáltató jogokat a jegyző, gyakorolja a jegyzőnek pedig egy személyben a székhely polgármester. Ez így van, ezt mondom, de a Gábor, de hogyha most a többi polgármester úgy dönt, hogy most bocsánat, hogy a jegyzőt el kell bocsájtani, akkor tud más csinálni a Gábor, mint hogy elbocsájtja? Tehát értem én, amit mondasz. Tehát nem vagyok ellene, csak... Nem, én azt gondolom, szerintem hogy demokrácia a munkáltatói jogkör gyakorló... A hivatal vezetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása a jegyző feladata. A jegyző fele a munkaszervezésért, a törvényességért. Én nem gondolnám, hogy a polgármesternek kellene bármiről beszámolnia. Nem a polgármester számol be, hanem a közös önkormányzatnak de az nem, elnöke. De nem, ő a munkáltatói jogkör. De itt vitatkozhatunk ezen, Melinda. Én feltettem egy javaslatot. Testület dönts el, hogy meghívjuk, vagy ne hívjuk meg. Nem látom indokoltnak, mert én azt gondolom, hogyha nekünk a hivatal munkavégzésével kapcsolatban vannak kérdéseink, akkor abba jegyző az, hogy kompetensebb, mint a Gábor. Mert hangsúlyozom, a munkáltató jogkör gyakorlója a jegyző. Nem a Gábor, nem a polgármester, a jegyző. Tehát vele kell munkaügyeket, én azt gondolom, egyeztetnünk, mert a munkát is ő szervezi. A Gábor valószínűleg nem is fogja tudni olyan mélységébe, hogy hogyan működik az egyes kirendeltségek, mert nem neki számolnak be az itt dolgozók, hanem a jegyzőnek. Tehát, hogy teljesen logikátlannak tartom én.
attól még meghívhatjuk. Ugye elmondja. Mi akadálya van ennek? Nem tartom indokoltnak, ennyi. Ja. Én meg igen. Hát, most. Hát, szavazunk. Nem miről szavazunk? Hát, most nem tudom. Alapján megjük, hogy nem. De nem, arról most, hogy a negyedik, most a negyedik pontban ugye van ez a beszámoló. Igen. Hogy akkor a jegyző azt, hogy ne tartsa meg a beszámolót, nem, hanem a Prug, helyette Prugner Gábor a közös önkormányzat elnöke tartja. Azzal végképp nem értek egyet, hogy helyette. Tehát olyan meg végképp nincs, hogy helyette. Ez olyan, hogy akkor bocsánat, de azt mondta, helyettem, a helyettem, akkor más fogja itt a testületet tartani, mert éppen, tehát hogy így ez nem így működik szerintem. Tehát mindenkinek megvan a jogköre. Tehát az, hogy kizárólag, az nem. Az, hogy együttesen, az lehet egy vita tárgya, de azért a kizárólagosság az jó, akkor van. Együttesen tartsa meg a jegyző asszonnyal a tájékoztatót, nem beszámolót, mert ugye tájékoztató van arról írva, hogy változás történt a közös önkormányzat hivatalának működésében. Igen. Továbbra sem tartom indokoltnak, de én azt gondolom, hogy jegyző asszony felnőtt ember, aki munkáltatói jogokat gyakorol, tehát én képesnek tartom őt, hogy a változásokról számolni. Jegyző asszony, az lenne egy kérdésem. Úgy van a törvény szerint, hogy a napirendi pontokról a képviselőtestület vita nélkül dönt, ugye? Igen. Akkor elhangzott egy módosító javaslat. Hát, hívjuk meg Prugner Gábor, szavazunk. Nem az a módosító, mert én nem tettem föl semmilyen javaslatot. Én tettem föl. Volt egy javaslat a napirendi pontokra, ahhoz érkezett egy módosító. Nem tudom. Hát először akkor a módosítóról. Jó, szóval nem. Az... Igen vagy nem. Jó, akkor. De bocsánat, csak hogy akkor, és ezt most hogy gondoljuk, hogy most akkor, nem tudom, jegyző azt, hogy fölhívja a Gábort, hogy nem tudom én, érkezzen meg, vagy most ezt igen, most gondolni? Fölhívja a jegyző azt, hogy a Gábort, hogy jöjjön el a testület ülés. Vagy adom a telefonszámát. Tessék? Vagy adom a telefonszámát. Vagy fölhívom én a Prugner Gábor urat, hogy jöjjön el a testületi ülésre, és tartsa meg akkor, együtt tartsák meg a közös önkormányzattal kapcsolatos változásról beszámolni. Ezt érdemes lett volna előrejelezni, mert gyanítom, hogy azért polgármesterünk is elég elfoglalt, és az a másik, hogy azért ezt nem tartom túl indomosnak, hogy csak úgy oda telefonálunk, hogy akkor legyen szíves, tehát legalább egy nappal előtte kellett volna jeleznünk, én azt gondolom, mert próbálni. A udvariasságnak a szabályai is ezt kívánják, tehát azért ne így ugrátassunk, úgyhogy erre tekintettel is én nem javaslom ezt, hogy azért legyünk tekintettel a másik embernek az idejére. Gábor biztos vagyok benne, hogy ő is elég elfoglalt. Honnét tudod menni? Lehet, hogy pont ráér. Szavazzunk róla, hogy igen vagy nem, és akkor utána. Jó, akkor a módosítót teszem föl. Aki egyetért azzal, hogy hívjuk meg Prugner Gábor polgármester urat is a mai testületi ülésre ilyen adhok jelleggel, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 2, 4, igen, nem. Jó, hát akkor, akkor most ilyen sem volt még szerintem, legalábbis a hivatalok történetében ritkán, hogy ez volt a kérés, akkor szeretném megkérdezni, ezt hogyan bonyolítsuk le, mert akkor... Hát a napirendi pont többi részére akkor én javasolnám, hogy legyen javaslattétel, hogy megy a menete, és akkor egy szünetet kellene elrendelni. Ami alatt akkor megtörténik. Jó, akkor viszont akkor lehet, hogy ezt hátrébb kellene azért tenni, hogy akkor polgármester úrnak is legalább, ha úgy van, hogy van rá kapacitása, meg ráér, és vállalja azt, hogy átjön hozzánk, hogy akkor, akkor az ne úgy legyen, hogy 5 perc múlva. Nem, a technikai részéről. Nyilván nem polgármester úr helyett, hanem hogy akkor hátrébb tegyük el. Hát akkor most legyen egy szünet, mielőtt szavazunk a napirendi pontokról. Fölhívom Prugner Gábor, ezért polgármester úr. Vagy hátrébb. És akkor hátrébb. Akkor most tartunk egy rövid szünetet, jó? Na hát akkor most itt a szünetben felhívták
polgármester urat, aki tud jönni hozzánk, és el is indult, úgyhogy akkor ez szerint, illetve azt szerint fogunk tovább menni, hogy megvárjuk polgármester urat, de addig elkezdjük tárgyalni a napi rendeket. És akkor még egy picit variálnék, hogy akkor a akkor azt gondolom, hogy az első napirend úgyis a beszámolom, azt megtartom, akkor a második napirendi pontnál a Petőfi Sándor utcai 35 szám alatti ingatlannak az értékesítését venném, és akkor a harmadik napirendi pontnak vegyük úgy gondolom a közös hivatali változásokat, érintő dolgokat, és akkor utána menjünk a kettes napirendi ponttal, tehát a rendkívüli önkormányzati támogatásokkal, hogyha ez így mindenkinek elfogadható, akkor kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm, akkor így fogunk menni. Na, akkor az első napi rendi pont az a beszámoló két ülés között, és már össze is kevertem a papírokat. Na, néhány dolgot azért foglaltam bővebben össze, nem azért, mert ti nem tudtok róla, csak hogy a bennünket nézők is értsék, hogy miről van szó. Ugye most volt egy hosszabb nyári szünet itt a szabadságolások kapcsán, és rendkívüli testületi ülésekre egy párra került sor. És most egy pár dolgot elmondanék, hogy összefoglalva lényegében milyen döntések születtek, illetve az ezekhez kapcsolódó döntéseknek a megvalósítása vagy végrehajtása hol tart. Ugye volt egy olyan testületi döntésünk, a testület döntött arra, hogy az óvoda pótmunkáira többletforrást biztosít. Ezek a pótmunkák abból adottak, hogy a tervezésből kimaradtak olyan dolgok, sajnos, ami nélkül viszont hát egyrészt nem 21. századi lenne az óvoda, másrészt meg szükségesek is. Ilyenre gondolok, hogy például a gyenge áram, tehát hogy kell, hogy legyen internet itt a mai világban, kell, hogy legyen riasztó, kell, hogy a csapadékvíz valahova elvezetődjön. Leginkább ezek teszik ki ennek a pótmunkának a többségét. Ez a pótmunka összeg 22,4 millió forint, ami egy jelentős forrást igényel most az önkormányzat részéről, és éppen ezért arról is döntött a testület, hogy ráemelési kérelmet nyújt be erre a többletmunkára, amit nagyon bízunk benne, hogy meg fogunk kapni. Ugyanilyen volt a sportcsarnok esetében is, tehát ott ugye 12 milliós többlet költség felhasználásról, vagy hát többlet forrásról döntött előzetesen a testület, majd ráemelési kérelmet adtunk be, és ezt követően meg is kaptuk azt a forrást. Bízunk benne, hogy ezt is meg fogjuk kapni, mert az összberuházáshoz képest azért ez egy kis összeg, önkormányzati szinten viszont egy elég nagy összeg. Az ehhez kapcsolódó dokumentáció aláírásra kerül, az óvoda kivitelezési munkálatai folynak, jelenleg a jellemzően az épületen belül dolgoznak. Én tegnap voltam kint, illetve tegnap is voltam kint, a fűtés, jelenleg a fűtéscsöveket fektetik le, ugye lesz egy ilyen padlófűtéses rendszer. Tervezetten ezután, a jövő héten kerül sor járószintnek a betonozására, a gipszkarton falak kialakítása is megtörtént, illetve ha kész ez a járó felület, tehát megvan a betonozás, akkor a nagyobb beltéri munkákból gyakorlatilag a burkolás és a festés fog visszalenni, illetve az épületnek a színezését fogják majd megcsinálni. Ezt erre a hétre tervezték, ami miatt csúszhat, hogy az évszakhoz képest nagyon meleg van. Polgármesterünk meg is érkezett, és nem szeretnék, hogyha hirtelen... Gyere Gábor, nyugodtan! Üdvözlünk téged!
Gyere, előkészítettük neked a helyet. Gyere, foglalj helyet. És nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen hogy hirtelen és gyorsan jöttél és el tudtál jönni. Jó, harmadik napi rendi pontnak tudjuk betenni, mert itt többen is várnak, jó, hogyha... Persze. Na, hát ilyen is ritka van, két polgármester jelenleg testületi ülése. Na, tehát a kültérnél ez az oka, hogy még ezt a színezést nem feltétlenül praktikus most ebben a nagy melegben megcsinálni. Aztán, amiről volt még döntés, ugye jóvá hagyta a testület a Csokonai utca, Kossuth Lajos utca vízátkötésnek a megvalósítását, ami ugye arra lenne hivatott, hogy azon a részen ne üljön meg a víz, tehát ott nagyon sokszor panaszkodnak a lakók, nekünk is, a DRV-nek is, hogy koszosnak látják a vizet, illetve zavaros. Ennek valószínűleg az az oka, hogy ott nem teljesen valósul meg a cirkuláció. Ott van egy ilyen patkó, amiben így a napközben, amikor alacsony a víz felhasználás, akkor azért így meg tudnak ülni a lerakódások. Aztán, amikor mindenki hazaér, akkor pedig ez elindul. Ezt szeretnénk javítani, illetve kiküszöbölni ezzel az átkötéssel. Ugye neki is álltunk, felbontottuk azt a szakaszt, viszont a bontás során találtak ott a kivitelezők táblákat, amin hát felmerült az, hogy esetleg ott mehet gázvezeték, ami egyébként a közmű térképen nincsen jelölve, és éppen ezért a DRV munkatársai fel is hívták az EON-t, hogy egyeztessenek, és hát ezek után derült ki, hogy ott a házak közelsége miatt, illetve hát most még abban is, hogy az EON se igazán tudja, hogy hol mennek a vezetékei, szükséges egy tervezés, aminek része a közművekkel való tervegyeztetés. Ugye erről is döntöttünk, ez egy ilyen plusz kör ebbe a történetbe, hogy ezt akkor megcsináltatjuk, és akkor utána meg lehet csinálni az átkötést. El is indult a tervezés, beszéltem a tervezővel, a jövő héten készen lesznek az előzetes tervek, utána megindul a közműegyeztetés, és ott még azért csak előzetes tervek, mert hogyha a közműegyeztetés során valami felmerül, akkor azt még a terven lehet módosítani, vagy hát kiküszöbölni. A helyreállításról is döntött a testület, új betonjárda lesz majd ott kialakítva, tehát ez nem fog így felbontva maradni. Aztán, akik nézik a testületi üléseinket, tudják, hogy többször is felmerült már, hogy a napelempark majd az új óvodát fogja ellátni, és ezáltal ugye a konyháról lekötésre fog kerülni, viszont ez azt jelenti, hogy a konyha esetében kell egy önálló villanyhálózatot kialakítanunk, illetve ami probléma, hogy vannak olyan nagyon nagy teljesítményű elektromos gépek, amiket egyszerűen nem bír el még a mostani hálózat sem, ami pedig nem kicsi, és jelezte a konyha üzemeltetője, hogy ő ezeket kiváltaná gázos gépekre, viszont így néhány darab gázleállást kell még kialakítanunk a konyhába, és hát akkor itt egy 2-3 eszközt gázüzeműre cserélne, és így már nem lesz akkor túlterhelve a villamos hálózat. Ugye itt első lépésként megrendeltük a gáztervet, ez a héten el fog készülni. Ugye abban maradtunk, hogy meglátjuk, hogy bármilyen módosítás kell-e mondjuk órát cserélni, vagy bármilyen egyéb elszívó teljesítmény elég lesz-e. Erre megkapjuk a választ, és akkor utána
lehet egyeztetni a kivitelezővel, hogy az az árajánlat, amit ő előzetesen adott és amiről beszéltünk, hogy az tartható-e. Úgyhogy erre még majd akkor vissza fogunk úgy is térni. Én csak annyit kérdeztem a tervezőtől, hogy eddig hogy látja. Azt mondta, hogy hát eddig úgy tűnik, hogy remélhetőleg olyan nagy dolgok nem fognak kiderülni, vagy hát nem lesz olyan nagy probléma. Aztán kegyeleti park. Elkészült ugye a kegyeleti parknak a sétánya. Most tereprendezési munkálatok vannak még vissza. Ezeket az önkormányzat az ősz folyamán szeretné megcsinálni. Ugye ott a színkülönbségek miatt kell majd földdel feltölteni egyes részeket, füvesíteni kell a régi sétányokat, elkezdték ma egyébként felszedni ezeket a szegélyeket. Tehát ott most már tereprendezés jön, illetve az országfelsítási programban nyertünk ilyen kislevelű hársokat, ezeket ősszel fogják, ha minden igaz, szállítani, és ezeket a fákat kell majd letelepíteni. Talán emlékeztek ti is, hogy ez a kislevelű hárs, ez egy ilyen ott a kegyeleti park szélén egy ilyen fasorként lett a terveken megtervezve. 21 darab van összesen a területen, és azt hiszem 18 darabot tudtunk elnyerni, tehát majd, hogy nem a teljes ilyen kislevelű hárs állományhoz lehet telepíteni. És mondom, arról még nem kaptunk értesítést, hogy ezek mikor érkeznek meg. Na, aztán, amiről még mindig beszoktam számolni, és idén is megteszem, az a nyári tábor. A nyári táborunk ugye 5 hét volt idén is. Én azt gondolom, hogy elég szép számmal voltak résztvevők. Ha úgy nézzük, akkor az össz gyerek létszámunk az 5 hét alatt, az 107 fő volt. Ez nem azt jelenti, hogy minden héten mások voltak, tehát voltak ugye átfedések, volt olyan gyerek, aki 2 hetet jött, 3-at, 5-öt, volt aki 1-et, de összesen így 107 fő volt az 5 hét alatt a létszámunk, és ebből 77 fő kaposfői és 30 vidéki gyerek volt a gyerek létszám. A helyi gyerekek részére 348 ezer forint önkormányzati támogatás lett megítélve. Ugye ez az a visszatérítés, amit ugye azt mondtuk, hogy hozzájárulunk a nyári táborhoz, ezzel segítve a helyi szülőket, hogy nagyon kedvező áron vegyék igénybe a nyári tábort. A támogatással így az egy hetük a gyerekeknek ebéddel együtt 13.750 forintba került, ami azt gondolom, hogy egy hét tábor ennyi pénzért szerintem sehol nincsen. Illetve nem igaz, hogy sehol nincsen, azt mondom, hogy városban biztos, hogy nincsen, tehát amiket én láttam, ilyen városi táborok, azok ilyen 30-40 ezer forintok, mert biztos, hogy azért még találunk. Talán még mérőben is emlékeztettem olcsóbb volt. Tehát, hogy azért egy elég kedvező árat sikerült, ami sajnos nem valósult meg az idén, de jövőre szeretnénk, hogy megvalósuljon, mert hogy ezzel is lehetne a tábor költségeit csökkenteni, illetve kedvező árat szabni, hogy pályázzunk. Hogy vegyünk részt pályázatokon, hogy olyan pályázatok készüljenek, ami a nyári tábornak a lebonyolítását, illetve az anyagi segítését vel meg tud valósulni. Na, úgyhogy, ja, és igen, ugye ez az ár, ez tartalmazta a programokon való részvételeket és a heti egy kirándulást is. A tábornak a bevétele az összesen 2.263.150 forint volt, a kiadás 3.049.300 forint. Ugye itt a különbözet az 786.150 forint, tehát ez az összeg, amiben gyakorlatilag ilyen formán került az önkormányzatnak, az, hogy ez a jellemzően kétharmad részben helyi
gyerekeknek a táboroztatását segítsük. A kiadások tartalmaznák a tábornak a gördülékeny lebonyolításához és a pedagógusi szakfelügyelet biztosításához kapcsolódó költségeket is, melyre több minden miatt is szükség volt. Egyrészt, ugye, mivel az előző kulturális munkatárs már nem vett részt a tábor előkészítésében, mivel ezt megelőzően kérte a nyugdíjazását, ezért az új kolléganőnek nagyon nehéz dolga volt, mivel nem volt tisztában azzal, hogy mi is szokott lenni itt a nyári táborban, hogyan működik nálunk a nyári tábor, mi az, ami bevált, mit hogy szoktunk csinálni. Nem tudta a tematikákat tehát, és mindemellett egyszerre kellett belerázódnia itt a kultúrháznak az életébe, ismerkedni a lakossággal és megszervezni a nyári tábort. Így az előkészítés során is sokkal nagyobb segítségre volt szüksége, mint az előzetesen ugye tervezve volt. Ezentúl idén az 50 órás közszolgálatot teljesítő diákok jóval kevesebben jelentkeztek, illetve a nyári diák munkát is az eddigi 6 órás jogviszony helyett csak 4 órában tudtuk igényelni, és kisebb létszámmal is, mint szerettük volna. Ennyi forrás volt, ennyit engedélyezett nekünk a munkaügyi központ. Azt gondolom, hogy összességében elmondható, hogy egy sikeres nyári tábor tudhatunk magunk mögött, amellyel tartalmas programokat kínáltunk mind a kisebb korosztály, mind a nagyobb korosztály számára. Még egy dolog, a sportcsarnok kapcsán a tankerület az általuk nyert magyar falus pályázathoz kapcsolódóan a héten átadta a munkaterületet a kivitelezőnek. Az általuk elnyert 20 millió forintból a tájékoztatásuk szerint a másik, tehát a női mosdószárnyat fogják felújítani, illetve a csarnok részben egy elválasztó függöny fog felhelyezésre kerülni. Illetve én ott a helyszínen a kivitelezőtől azt az információt kaptam, hogy a munkálatok 2 hónapot fognak igénybe venni, tehát ők most jelen pillanatban annyira tervezik, aztán majd úgy sem, hogy mi lesz, de hogy így van tervezve, hogy most egy olyan 2 hónap, tehát egy ilyen november közepére elkészül a tankerület általi felújítás. Hát én most ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, van-e kérdésetek? Nincs. Jelenleg nem tartanám föl itt a kérdéseimmel a többieket. A végén pár kérdésem lenne a sportcsarnok és az óvodával kapcsolatosan, de addig haladjon a testületi. Ha nem probléma, akkor a végén kérdeznék pár dolgot. Polgármester. Jó, köszönöm. Természetesen. Jó, oké. Na, akkor ha elfogadjátok a beszámolót, akkor kérem készülővel is jelezzétek. Igen, nem. Megkérdeznek később, úgyhogy azért nem. Jó, én pedig akkor tartózkodom. Na, akkor menjünk a következő napirendi ponttal, ami akkor a Petőfi Sándor utca 35 szám alatti ingatlan értékesítéséről szólna. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A lelkész úrral beszélgettünk itt a héten, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megszerezni azt a forrást, ami ennek az ingatlannak a megvételére elég, és ugye, ahogy már előzetesen beszéltük, az alapítvány, az egyház-másház alapítvány venni meg az önkormányzattól ezt az ingatlant. A picit hirtelen volt a mi egyeztetésünk, amit majd most ki is osztanék, az értékbecslést aktualizáltatnunk kellett, mert hogy az MNV-hez, amikor beadjuk ugye azt a... Jó,
Én akartam mondani, tehát amikor kérjük, hogy nyilatkozzanak, hogy szeretnének élni az elővásárlási jogukkal, akkor ahhoz viszont nekik egy jóval frissebb értékbecslés kell. Ezt mi le is egyeztettük itt helybe, és éppen ezért, hogy tudjunk döntéseket hozni ma, így az értékbecslésnek az aktualizálását én meg is rendeltem. Itt van az értékbecslési szakvéleményünk. Az összesített érték az 13.900.000 forint, ugye ha visszaemlékeztek, megnéztük, hogy 2020-as volt ez az értékbecslés, azóta azért változtak az ingatlan árak, tehát egyébként ez nagyjából ez most így össze is vág. Ezt majd körbe tudom adni nektek, tehát ez itt van, kész, ki van nyomtatva, és készült még egy szándéknyilatkozat, mert hogy azt beszéltük, hogy az adásvételi szerződés megkötése az nem az azért nem úgy megy, hogy holnap megcsináljuk, viszont egy szándéknyilatkozat is elég most egyelőre az alapítványnak ahhoz, hogy ezt a forrást le tudja hívni. Jegyzőasszonyt megkértem, hogy készítsenek egy tervezetet, ezt hangsúlyozom, tervezet, tehát ezzel még bármit lehet. Megkaptátok ti is, illetve Attilának is elküldtem, hogy ő is lássa és tudjon készülni, és akkor most azt kellene, hogy akkor megbeszéljük, hogy egyrészt akkor dönteni arról, hogy ezt értékesítjük, hogy ez a szándéknyilatkozat akkor hogyan legyen végleges formájába, illetve döntenünk kell, hogy akkor a bérlőinkkel is mit legyenek. Ezeket a határozati javaslatokat egyébként láttátok az előterjesztésben. Én átadnám a szót az Attilának, nyugodtan ragad magadhoz a mikrofon, és gyere közelebb szerintem. És akkor... Ja, igen, még voltak azért kérések is, ezt elmondod? Jó, oké. Köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk, és ugye nem csak én vagyok itt, mint a kuratórium tagja, hanem hogy ez egy háromfős kuratórium, egyrészt a Torma Bernadett a másik tagunk, illetve a kuratórium elnöke a Farkas Bálint. És annyit még erről, hogy ugye ezt az alapítvány 2000-ben hozta létre a Kaposvári Református Egyházközségnek a presbitériuma, tehát a képviselőtestülete, hogyha így tetszik, és tavasszal került sor arra, hogy megújítsuk a kuratóriumot, ezért lettünk új tagokként ebben. Ugye itt felmerült tavaly ennek az ingatlannak a megvásárlása, és úgy emlékszem, hogy 14 millió forint volt ennek akkor a ajánlata, azt mondtátok, hogy ennyiért eladó, mi azt az összeget kértük, és meg is kapjuk, tehát erről döntés született a miniszterelnökség részéről, és amit kért tőlünk a BG az ERT, mert hogy ezen keresztül érkezik majd a pénz, azt mi beküldtük, még két dolog hiányzik ehhez, az egyik egy térképmásolat, hogy tudják még is, hogy akkor konkrétan melyik ez a... Ezt felejtettem el. Semmi gond, akkor ezt majd utólag csak, tehát akkor ezt majd rendezzük, illetve egy szándéknyilatkozat vagy adásvételi szerződés, ezt így írtam. Én felhívtam a megadott kapcsolattartót, és ő kérdeztem, hogy milyen formájú az a szándéknyilatkozat. Ő azt mondta, hogy ők kettő sort kérnek, az önkormányzat ennyire hajlandó eladni, mert hajlandó vagyunk ennyire megvenni. Ez a szándéknyilatkozat, az ő, tehát nekik ennyi elég. És akkor ők már a mi számlánkra, az alapítvány számlájára tudják utalni ezt az összeget, és utána, akkor megkötjük az adásvételi szerződést, akkor természetesen mi utaljuk át ezt a pénzt az önkormányzatnak, és akkor mi ezt az adásvételi szerződést ugyanúgy beküldjük a BG az ERT-nek. Jó, tehát nem tudom, hogy ez így mennyire működik így jogi formában, egy ilyen két mondat, mint szándéknyilatkozat, mert... Igazából a szándéknyilatkozat, ami ki lett küldve, az egy eladási szándéknyilatkozat, hogy az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy el kívánja adni, meghatározott összegben, és ugye ott az van, hogy ez az önkormányzatnak a védelmében, hogy ha megvan a pályázati összeg, akkor utána viszont kötelezettséget vállal a másik fél, hogy akkor az eladással él, amennyiben nincs pályázat, akkor pedig tártalannak tekintik. Igazából nagyjából ez van leírva. Tehát ezért több, mint két mondat, mert ilyenkor ugye az önkormányzat érdekében készül a nyilatkozat.
De természetesen egyeztetés kérdése is azt. Tehát lehet módosítható. Persze, ezt én írtam, készíteni. Akkor módosítjuk, ahogy jó. Amikor a felek azt mondják. Jó, 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 köszönöm szépen. Még annyi ez nem pályázat, hanem ez egy egyszerű támogatás, amit kaptunk. Jó, persze. Csak mondom, a végé az életén keresztül érkezik, hogy a átutaló lebonyolító, nem tudom, hogy hívják ezt. És akkor a másik, amit mi kértünk, és jeleztük polgármester asszonynak. Bocsánat, csak azért, mert tudom, hogy ez a foglalós pont, hogy ez benne maradhat részletekről, hát, vagy... Én holnap átküldöm, vagy elküldöm a végé az életének ezt a nyilatkozatot, akkor amit aláírunk, és utána ők utalják nekünk a pénzt, tehát én nem tudom, hogy kell-e ez, vagy... Én azért kérdem, mert ugye alapvetően ez egy ilyen plusz pontként jött be, illetve ezt te is mondtad Hát nem, ha nem muszáj, nem ragaszkodnék hozzá, hogy ez benne legyen, mert most vagy átutaljuk, vagy nem, tehát most... Igen. Szerintem vegyük ki a foglalóriszt. Jó. Jó. Jó, hát elég egyértelmű szerintem a szándékunk, tehát köszönöm szépen, nem fogunk itt holnap használni, ja mégse. Tehát nyilvánvalóan azért elég sokat küzdöttünk azért, hogy ez megtörténjen. Jó, és akkor a másik, amit még mi jeleztünk polgármester asszony felé, és én tolmácsoltam, az az, hogy én úgy emlékszem a legutóbbi alkalommal, amikor erről szó volt, ha jól emlékszem, tavaly ősszel, hogy volt egy másik vevő, aki ezt 13 millió forintért vette volna meg ezt az ingatlant. És ugye én azt szeretném kérni, két dolgot kértünk. Az egyik, hogy az udvaron lévő rekordmennyiségű szemetet, amit az ott lévő felhalmoztak, vagy ott lakó felhalmozott, azt mi kérnénk az önkormányzattól, hogy ha lehet, akkor vigyék el, tehát hogy egy tiszta udvart kapjunk. Illetve a másik dolog, hogy ugye ami a legrosszabb állapotban van ezen az épületen, az az Eresz csatorna. És mi azt kérnénk, hogy ugye itt van azért egy különbség a két ár között, de amennyiben lehetne, akkor ezt az Eresz csatornát cserélje le az önkormányzat. Nyilván gondolom, hogy meg lehetne talán ezt oldani, pontosan azért, hogy ne ázzon tovább a fal, és akkor, hogyha ez működne, akkor nekünk idén már nem kell hozzányúlni az épülethez, ugye nem is nagyon van most olyan forrásunk, amivel hozzá tudnánk nyúlni, és jövőre tudnánk akkor érdemben a felújításokat elkezdeni. A harmadik dolog pedig, ami a lakókat illeti, természetesen, ahogy én ezt a múltkor is mondtam, tavalyi alkalommal, mi szeretnénk, hogyha ezek a lakók ott maradnának, egyrészt nem akarunk senkit az utcára tenni, másrészt meg akkor természetesen a bérleti szerződést akkor innentől kezdve majdnem az alapítványnak, illetve bocsánat, az önkormányzatnak fizetik, hanem akkor az alapítványnak, tehát hogy... És ugyanazzal a bérleti díjjal számolva, ami a mostani szerződés? Azt gondolom, hogy nem lesz ebbe lényegi változást, nem fogjuk itt most hirtelen tolni, ötszörösére felelni, mert nyilván értjük, hogy ez nem erről szól ez a történet. Ja, na akkor a foglalót ezt szerintem így majd határozatba, de azt megbeszéltük, akkor a szemét elszállítás, ezt én is elég ígéretet tettem, hogy természetesen azt el fogjuk onnan tüntetni, hiszen szemetesen nem adunk át ingatlant, úgyhogy ezt fogjuk intézni, és akkor az Eresz csatorna kérdése az, ami viszont nem egy kis költség, hogy ezzel mi legyen. Hát én azzal nem értenék egyet, ugyanis most történt egy értékbecslés az ingatlanon, és hogyha mi ezt már előtte megcsináltuk volna, akkor nem biztos, hogy ez az értékbecslésért van neki. Mármint, hogy érted? Magasabb értékre becsülték volna az ingatlan. Az Eresz csatorna. Ja, úgy, hát most nem tudom, hogy ez egyébként az értékbecslés szempontjából mennyi összehasonlításon alapul, hogy most az Eresz csatorna mennyiben befolyásolja. Itt egy a lényeg, hogy azt gondolom, tehát hogy mindenki tudta akkor is, hogy ez az Eresz csatorna milyen állapotban van, illetve azért az Eresz csatornát kicserélni nem
egy olcsó, főleg mivel ez egy nagy és hosszú épület, igen. Egy javaslatom lenne, és nem tudom, az Attiláiknak is szólna, ugye a sarok miatt kell nektek az az ereszt csatorna csere, tehát ne dőljön tovább. Tehát hogyha az önkormányzat maximum csak azt a sarkot javítja, és ugye azt a fáton, az ereszt csatorna részt, és azt a fáton itt eltünteti, hogy ne dőljön tovább az a fal, az megfelele nektek. Hát az a minimum lenne, igen, tehát azt akartam mondani, hogy legalább annyit akkor, hogy ami ott az utcafronton van, az nem tudom én hány méter, legalább azt a részt. Én még azt a fát nem biztos, hogy hozzányúlnék, majd a statikus megnézi, hogy hogyan kell hát ahhoz hozzá. Annyira, hogy az eresztcsatorna hozzá. De legalább az eresztcsat, igen. Tehát legalább az utcafronti részen, legalább azt a részt, ahol, mert ott viszont, hogyha valaki mondjuk esőben, hol áll, nekem elég sűrű van erre, szerencsém ezt megtenni, hát ott örvít lefele a víz, az azért olyan az a sarok egyébként. Reméljük csak azért, de azért biztosan, mert ott folyik lefele szépen a falon a víz. Jó, viszont én azt gondolom, hogy akkor erre valami árajánlatot kell kérnünk, mert nem tudom most megmondani, hogy ennek akkor a költsége, de szerintem ti sem. Igen. Most én nekem ugye az Attilának, a lelkész úrnak volt egy olyan kérése, hogy 13 millió forint, én most megmondom, hogy nem tudom, hogy mennyi volt annak a tavalyi összeg, mennyire értékesítettük volna a vevőnek. 14. Hát 13 volt az első ajánlat. 14 volt az utolsó ajánlat, amiről e-mail van, amikor, ha visszaemlékeztek, amikor megírtuk, hogy mégsem feltétlen kívánjuk értékesíteni, akkor visszajött még egy 14 milliós ajánlat. Tehát az utolsó, az 14 millió forintról szó. Az utolsó válasz az az volt, hogy ezt az összeget ma nem kívánja. Nem. Az utolsó összeget De tartunk szünetet, meg fogom keresni az e-mailt. 14 millió forint volt, a testületi anyagában is benne van szerintem az az e-mail. Tehát... Szerintem kérjük árajánlatot az ereszt csatornára, és akkor utána megtárgyaljuk, hogy ezt be tudjuk-e vállalni, vagy nem. Igen. Nekem a jegyzőasszony az lenne egy kérdésem. Egy 14 millió forintos árajánlatunk, vagy értékbecslésünk van. 13 millió forintért eladhatjuk mi az ingatlant, vagy az értékbecslés alatti áron nem. Tehát azért kell, hogy az értékbecslést elkészítetni. Hát de nem annyira akarják megvenni, 14 millió forintot. Csak így, igen, 13 millió 900 forintot. Csak említette, hogy volt egy olcsó ajánlat, ugye? 13 millió 900-ról szól az értékbecslés, és ugye annál magasabb áron adhatja az önkormányzat. Csak a kérésük az, hogy a csatornát javítsuk ki. És ugye azért a 14 volt, mert ugye a vevőnek az utolsó ajánlata az 14 millió forint volt. Jó, akkor én részemről a 14 millió forinttal tehát annyiért én azt mondom, hogy én megszavaznám, hogy eladjuk, így mondom, és én se javaslom a csatornának a megcsinálását. Szerintem ezt tegyük föl szavazásra, hogy megcsináltatjuk a csatornát, vagy nem. Jó. Tehát az, hogy most árajánlatot kérünk rá, ez 500 és 1 millió forint között van szerintem, amik a csatornának a kicserélése történik. De nem az egész, csak az a sarokban. Hogy az már az új vevőnek a feladata lesz. Az a megtekintett állapotban. Volt ez az épület. Jó, hát akkor fölteszem ezeket a... Jó, ezeket egyenként, és akkor... Szóval, akkor egyrészt határozunk arról, hogy a szándéknyilatkozatot azzal a módosítással elfogadjuk, hogy a hatos pont, ami a foglalóra vonatkozik, azt kivesszük. Egyebekben akkor maradhat, ha jól értettem, és akkor utasítjátok a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, mert hogy ugye azt beszéltük, hogy ha megvan a döntés, akkor mi ezt holnap alá is írnánk azért, hogy minél előbb föl tudják. Jó, és az összeg szerepeljen akkor a 14 millió forint. És akkor igen, azt akartam, hogy igen, 14 millió forint lenne akkor az eladási ár. Jó, akkor ha igen. Bocsánat, nem akarok itt nagyon vitázni, de a 13 millió 900 ezer forint. Nem az a lényeg, hogy az értékbecslés miről szól, hanem hogy mivel állapodtunk
meg. Okay. Ha az értékbeesés 11 millióról szólna ennek semmi az ingatlannak, akkor is ez, erre volt meghirdett, tehát erre volt bevő. 14 millió forintot kapott a miniszterelnökségtől, viszont akkor nem tudom, hogy az az ERESZ csatorna rész, ez akkor talán így meggyőzhetőbb a képviselőtestület egy része, hogy akkor az a része. Az értékbeesléssel már egy elég jelentős összeget egyébként most elköltöttünk. Ezt azért tegyük hozzá, mivel ezt kifizetjük. Tehát ezt, ugye ezt beszéltük is, hogy ezt viszont akkor nem terheljük, látok. Tehát ennek a maradéknak a fele mindjárt így el is ment. Mert hogy az értékbeesés sem olcsó. Szóval, hogy azért plusz azért a szemétnek az eltüntetésének is gyanítom, hogy lesz némi költsége. Tehát így is van nekünk itt ebbe plusz költség. Hát igen, ez ugye viszont az épületnek az összes többi költségét meg majd ki fogjuk állni, mert hogy mi ezt szeretnénk, és mi ezt vállaltuk. Rendben van, várjuk akkor a szavazás eredményét, hogy testünk. Tehát akkor egyenlően akkor most a szándék nyilatkozatnál tartottunk, hogyha ezzel, amit elmondtam, egyetértetek, akkor kész valamit is jelezzétek. Egy hang, köszönöm szépen. Akkor a következő döntési javaslatom, hogy akkor az önkormányzat értékesíti a Petőfi Sándor utca, a Kaposi Petőfi Sándor utca 35 szám alatti ingatlant az Egyház Más Ház alapítványnak. Ez ugye azért, hogy majd az adásvételi szerződést is utána megköthessük. Hogyha ezzel 14 millió forintért természetesen, akkor itt is elmondom azért az összeget, hogyha ezzel egyetértetek, készülemben is jelezzük. Jó. Akkor határozunk arról, hogy az udvarban lévő szemetet az önkormányzat saját költségén elviteti. Nem tudom, ezzel valamit csinálni, tehát hogy ne maradjon ott. Egyetértetek, kész felmérésre jelezzétek. Oké, megy akkor. Aztán akkor a csatorna kérdése. Úgy tenném fel először, hogy akkor szándékába áll-e az önkormányzatnak az, hogy aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat az ott szóban fogja. Most az a bajom, hogy még métert se tudok mondani, hogy hány méter közül. Most az utcafront itt vagy? Most hát, pontosítsuk el. Igen, mert nem arról beszélünk, hanem sarok. Utca. Ami úgy körülbelül hány méter? Húsz méter. Jó, tehát akkor megközelítőleg. Plusz 4 méter lefolyó, vagy 3 méter lefolyó. Jó, tehát akkor, hogy egyáltalán, tehát hogy ezt a 20, nagyjából 20 méteres csatornarészt saját költségén megcsináltatja, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Nem. Tartózkodik. Jó, akkor 3-3 és 1 tartózkodott. Ilyenkor nincs döntés, úgyhogy nem. Akkor nem. Akkor nem teszem föl tovább, hogy a szerzőmben árajánlat, akkor innentől nem. Illetve akkor a képviselő testület a bérlőkkel kötött bérleti szerződést 2023. 9. hó 6. napjával közös megegyezéssel. Itt igen. A hatodik napja nem lehetne, amikor a szerző úgy megcsinálja, bocsánat, igen. Tehát igen. Amikor a szerző, akkor már lehet az adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződés. Igen, az a napja, a aláírásának a napja. De van benne a felmondás. De van benne az, hogy van benne felmondási idejük. De mondjuk, ha közös megegyezéssel, akkor lehet azt is, egyébként mert közös megegyezésnél nem feltétlenül kell ugye a 30 napot, mert egyébként 30 napot felmondási idő. Viszont nem akartunk velük azért addig tárgyalni ebből, amíg veletek nem egyeztettünk. Akkor lehet, hogy az, hogy a bérlekkel kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel felmondja, amennyiben a közös megegyezéssel ez nem járulnak hozzá, akkor rendes felmondással megszüntetjük a bérleti szerződéseket. Talán ebben van akkor annyi rugalmasság, most nézek én is egy asszonyra, hogy akkor ahogyan de az adásvételi szerződésben is bele lehet írni a feltételeket, hogy aha. Hát nem, hogy hát, a modellőre a
bérnek a szerződés, mert hogyha átkázható, és ez mellett a bérőben meghagyjuk a jogot, hogy 30 napon belül ő ezt felmondhatja, ha nem kíván élni vele. Ez az adásvételi szerződésbe lehet szerepeltetni. Jó. Akkor, jó, akkor ezt az adásvételi szerződésbe beleírjuk, akkor erre most akkor külön döntés nem kell, vagy maximum arról döntsük, hogy az adásvételi... Igen, hogy annak a része lesz akkor. Az adásvételi szerződésnek akkor a részét fogja képezni a bérlőkkel való szerződésnek a megszüntetése. Hogyha akkor ezzel egyet értetek. Oké, egy hangot köszönöm szépen, és szerintem más döntési pont. Nincs, még egy technikai jellegű kérdés, hogy a szemetet meddig kell eltakarítani? Hát én azt gondolom, hogy a... Vagy mi lesz a bírcsokbaadás? Na, ugye, amikor megkötődik az adásvételi szerződés, nekünk lesz 2 munkanapunk arra, hogy az MMV-nek felküldjük a papírokat. Általában onnan 2-3 hét alatt jön meg a visszajelzés, hogy kívánnak-e élni az elővásárlási jogukkal. Szerintem akkor addigra ezt megpróbáljuk megoldani, de az adásvételi szerződésben szintén ki tudunk kötni egy dátumot, hogy mondjuk, nem tudom, most van szeptember, nem tudom, október végéig, most mondom szeptember egy. 30. Hát... 30. Én most egy kicsit többet kérnék technikai okok miatt, de mert hogy... Ha nem, de lehet ez 60 nap is. Hát azért, tehát... Én azt javaslom most, hogy 60 nap, ezért nem tudom én október 30-áig, hogyha az úgy elfogadható, és akkor amikor biztos, hogy ha nyilván előbb meg tudjuk oldani, akkor meg előbb megoldjuk, tehát nem fogunk vele amúgy szórakozni, csak hogy hagyjunk, nekünk is ne kelljen kapkodni. Jó? Akkor esetleg ezt is, hogyha ezt elfogadjuk, hogy akkor szeptember 30-áig, és ezt is akár akkor be lehet. Október, bocsánat. Jó? Akkor ha ezzel egyetértetek. Jó? Akkor október 30-áig. Köszönjük szépen. Sziasztok. Na, jó, és akkor most jött el a harmadik napirendi pont, amire egyébként lett volna. Ugye tájékoztatás a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működését érintő változásokról. Kértem jegyzőasszonyt, hogy tájékoztasson titeket, mert valószínűleg, hogy egy-két dolog van most, köszönjük, de maradtak így a képviselők, hogy ezeket a dolgokat mondja el nektek, illetve ha van kérdés, akkor fel lehet tenni, és akkor kértétek, hogy polgármester jöjjön, és akkor nem tudom, én át is adnám a szót, én jegyzőasszonynak gondoltam így első körben. Jó, rendben, köszönöm szépen. Augusztus 25-éig volt meghirdetve a kirendeltségvezetői álláspályázat. Bocsánat, szerintem még azt se feltétlenül tudják a képviselők, hogy felmondott a kirendeltségvezető. Jó. Mert azért, hogy egy lépéssel még menjünk vissza. Jó. Augusztus 1 napjával mondott fel a kirendeltségvezető, dr. Bekes Ildikó. Ő a kirendeltségen a 4. kirendeltségvezető volt 4 év alatt. És az ő felmondását követően ismételten újra kellett gondolni a feladatelosztásokat és a munkaszervezéseket, illetve az átmeneti időt a feladatok ellátása és betöltése között megszervezni. A augusztus 25-éig volt kiírva az álláspályázat. Egy jelentkező jelentkezett, de az állás végül is nem került betöltésre a polgármesterek többségének döntése szerint. Ezt követően... Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy a jelölt esetében többletforrást kellett volna biztosítani, mert hogy az a fizetés, ami az előző kirendeltségvezetőnek a bérezése volt, azt ő nem fogadta volna el, tehát ő egy magasabb
bérigényt adott be, ami azt jelentette volna, hogy mindhárom település esetében hozzá kellett volna még plusz pénzzel járulni, és igazából amennyire tudom, ugye mivel én szabadságon voltam, amikor ez a levelezés ment, a két másik polgármester kolléga megírta, hogy ők nem tudnak többletforrást biztosítani, én pedig visszajeleztem jegyzőasszonynak, hogy többletforrást csak testületi jóváhagyással tudunk biztosítani, tehát hogy így ez is volt, azt hiszem az oka, hogy tehát hogy ez így akkor a jelölt az nem lépett tovább szinten, bocsánat, ez csak egy kiegészítés volt. Igen, többek között ugye a bér is egy probléma volt, azonban a bér tekintetében ugye nem volt lehetőség sem a pályázók közül választani, és ugye ez az állás igazából nem nagyon volt választási lehetőség jelentkezők között sem. Ami megnehezítette annyiból a dolgot, hogy akkor a későbbiekben hogyan gondolkodjak, hiszen többféle kérdést kellett leegyeztetni és tisztázni, hiszen a harmadik kirendeltség vezető felmondását követően a polgármesterek egyeztettek abban, hogy ha ismét feláll egy kirendeltség vezető, akkor meg kell fontolnom, hogy Kaposmérőbe a székhelyre bevinnem a kollégákat és centralizálnom a feladatokat és a működést. Azért, hogy a munkaszervezés egyszerűsítése és a hatékonyabb munkavégzés miatt és a konfliktusok elkerülése véget megoldhatóbb legyen a feladatellátás. Azon voltunk a kollégáimmal, hogy a teljes centralizációt próbáljuk elkerülni, és a kirendeltségen is hagyni kollégákat. Nem szerettem volna az összes kollégát bevinni Kaposmérőben, és ebben egyeztettünk is a munkáltatómmal, aki az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja, a székhelyi polgármester, hogy a teljes kirendeltség tekintetében a kollégákat nem szeretném bevinni Kaposmérőben, egyelőre nem tartom indokoltnak, holott a kirendeltség vezetői feladatok egy ember kiesése hatalmas többlet feladatot jelent, amit viszont át kell szervezni és meg kell oldani. Ebben mentek még a gondolkodások, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Többféle verzió volt, és a mai napon véglegesedett a kormányhivatal által, hiszen több verziót a kormányhivatal sem tartott törvényesség szempontjából elfogadhatónak, és az a verzió volt az elfogadható, hogy megbízott kirendeltségvezetőt a Kisné Tóth Andrea gazdasági vezető el fogja látni, illetve én, mint jegyző, a feladatokat viszem a kirendeltségen. Alapvetőleg a többet feladatokat én fogom vállalni és vinni, többek között azt, hogy az előterjesztéseket, anyagokat visszám, összeállítom a testületi anyagokat, kiküldését átnézem és jóvá hagyom, illetve a polgármesterekkel tartom a kapcsolatot. Egyedül a megbízott kirendeltség vezetői feladatokban annyiban van segítségre szükségem, hogy Kaposfő tekintetében augusztusig 18 testületi ülés volt, ami mellett ugye még ott van Kiskorpád és Jákó testületi ülései, illetve Kaposfőn egy német kisebbségi, egy roma kisebbségi, Kiskorpádban roma kisebbségi és Jákóban szintén egy roma kisebbségi testületi ülések. Ezekhez a jegyzőkönyv vezetési feladatokban a megbízott kirendeltség vezető fog segítséget nyújtani számomra, és a testületi üléseken a részvételekben segít be. Így a továbbiakban eddig is én kontrolláltam és én felügyeltem a kirendeltségvezető munkáját. Egészen mai napig is, illetve az átmeneti időkben is én láttam el a feladatokat és vittem a kirendeltséget. Most, mivel ez a feladat teljes mértékben rám hárult, ezért a kirendeltség vezetőnek a feladatait segítő kollégát, a Balogh Csabát kellett Kaposmérőben munkavégzési helyre áthelyeznem, hiszen alapvetőleg a kirendeltség vezetőnek a testületi anyagoktól elkezdve a szakmai feladatait segítette.
ügyintézőként továbbra is azokat a feladatokat ellátja, amit eddig többlet feladatokat nem kap, és a kirendeltségvezetői feladatokban fogja segíteni a munkámat, és ugyanúgy a testületi ülések és az anyagokban rendelettervezetek, munkajogi feladatok, illetve ezt nem csak Kaposfő tekintetében látta el, hanem Kaposfő, Kiskorvád és Jákó tekintetében, hogy ezeket továbbra is hinni fogja. Egy napot tartottam én indokoltnak, amit mindenképp egyeztettünk Csabival. Ő a keddi napot jelölte meg, és úgy egyeztettünk, hogy még egy fél napot az induláskor meglátunk, hogy a későbbiekben szükséges, ez a csütörtök délelőtt. Telefonon továbbra is elérhető ő is, úgy, ahogy én is a lakosság számára. Eddig is voltak nem egy telefon és e-mail megkeresések, amik ezután is ugyanúgy mehetnek mind felé, mint pedig a kolléga felé. Továbbá a Kiskorpád és Jákona, aki a könyvelési feladatokat ellátja a kolléga, ő nyugdíjba megy. Szeptember 11-ig van a hivatalban. 40 éves jogviszonyával ő kérte a nyugdíjazását, ezért az ottani többlet feladatokat a Jungling András kollégám vállalta el, és ő fogja a kirendeltség tekintetében a feladatokat vinni, és a többlet terheire tekintettel a pénzügyi ellenjegyző pedig a gazdasági vezető lesz a továbbiakban. A kormányhivatal részéről a megbízott kirendeltség vezetői és a jegyzői feladat ellátás így elfogadásra került ez a megoldása, amit egyelőre akkor így indítunk el. Még több olyan kérdés van, amiben még kollégákkal is egyeztetnem kell és átgondolnom, de az elindulás akkor ez lesz. És kérem a tájékoztatásom elfogadását. Elfogadom a tájékoztatást, nagyon bőséges volt és meggyőző. Prukner Gábor polgármester úrtól kérdezném, hogy önnek mi a meglátása avval kapcsolatban, hogy ez a negyedik kirendeltségvezető is fölmondott, és hogyan befolyásolja ez a további együttműködésünket, vagy a közös önkormányzattal kapcsolatos munkát. Ezt így... Fogd meg! Szeretettel köszöntöm a kaposvői tévénézőket, vendéget, képviselőtestület tagjait, polgármester asszony. Köszönöm a meghívást. Mielőtt erre válaszolni, csak egy reklám helyét engedjétek meg. Annélkül, hogy beleszólnék a Kaposvői bármilyen döntésbe, Kaposvőre van a legolcsóbb hulladék lerakó az országban, úgyhogy ajánlom szeretettel a számotokra. Ez csak egy ilyen kérdelítő volt, és akkor természetesen válaszolok a kérdésre. Gyakorlatilag Kaposmérő, Kaposvői lakkamon 30 éve közös körjegyzőségben van, és ugye az utolsó választás után mi nem kerestünk partnereket, de jött Jákó, Kiskorpát, Kaposfő, hogy csatlakozna a körjegyzőséghez, illetve Somogyaszaló. Én nekem azért elég nagy munkagyakorlatom van, meg tapasztalatom a munkaszervezésben, hiszen volt, mikor a megye legnagyobb multi cégénél voltam pénzügyi osztályvezető, sok-sok beosztotta. Ennek ellenére a polgármesterek, ugye volt két új polgármester is itt a kirendeltségben, másikaknál már azért olyanok voltak, akik rendelkeztek egy tapasztalattal. Kirendeltségben. És hát arra gondoltam én, hogy megsegítve az ő munkájukat, próbáljuk megszervezni, egyébként voltak ilyen kérések is az ő részükről, egy olyan szervezet felépítésével, amikor, ahogy látszik, tehát mérő újlag, Somodor, Somogyaszaló és a másik három település egy-egy kirendeltségként működne és üzemelne. Ennek számtalan előnye van és számtalan hátránya. Az előnye az, hogy itt voltak helyben a kollégák, vagy itt vannak még most is helyben a kollégák, és sokkal könnyebb úgy a kapcsolattartás, meg az együttműködés, mint hogyha egy központban lenne. Szeretném megjegyezni, hogy a legtöbb helyen nem ez a rendszer működik.
tehát legtöbb helyen központosítva vannak, és egy-egy ügyfélszolgálati nap vagy órára vannak a vidéki mérős vidékfélre, ne értsétek, tehát a külső településekre kiküldve az ügyintézők. Ha ezt a módszert választjuk, akkor sokkal gazdaságosabban lehet üzemeltetni az egész körjegyzőséget, lehet összevonni feladatokat, több településnek az adó vagy a, akár szociális ügyeit kevesebb munkaerővel lehet megoldani. Ez kezdetben is így volt, természetesen a hivatal dolgozói, polgármester kollégák arra helyezték a nyomást, hogy próbáljuk meg az ő általuk elképzelt létszámmal, dolgozói létszámmal a kirendeltségeket összehozni. Ez azt akarja, hogy ugye minden esetben igyekeztünk a költségvetési forrásokból megoldani a körjegyzőség hivatalának működését, viszont ez több létszámot igényelt, mint hogyha azt mondjuk, hogy csak a feladatorientáltan megszervezzük. Ezt csak értékelésképpen mondom önöknek, nektek, hogy ha létszámra levetítjük lakosság számok arányába, ugye Kaposmérő mindig is megoldotta a saját és új lak feladatát, az állam által finanszírozott létszámnál kevesebb létszámmal, nyilván kevesebb költséggel is. Így viszont, hogy megszerveztük a kirendeltségeket, itt ott vagyunk a határon, mert a másik két kirendeltségnél nem szeretnék különbséget tenni semmilyen okból sem, vagy célozgatás céljából sem, de összességében a két kirendeltségben több létszám van, mint amit úgy a optimálisnak lehet nevezni. Ennek ellenére ezt vállaltuk, többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy aztán az idejében Kaposvő járult hozzá, de többé-kevésbé nem kellett hozzájárulni az önkormányzatoknak a finanszírozáshoz. Kiszorítottuk mindig a 13. havi fizetést is. Ebbe azért benne van az, hogy Kaposmérő jócskán tesz bele ennek a hivatalnak a működésébe. Ugye nálunk ezen a létszámkereten belül ellátjuk a pályázatírást is, tehát saját magunk készítjük a pályázatokat, itt projektmenedzseri összegeket számolunk el a hivatalba, amit az önkormányzat nem minden esetben, de szükség esetén átenged a hivatal részére. Ellátjuk, ugye van egy szociális alapszolgáltató központunk, ahol hát rekordszámú 15 most, 14, mert ugye Gigét kiengedtük, 14 településnek végezzük a szolgáltatását, annak a könyvelését a hivatal látja el, ezért könyvelési díjat vagy adminisztrációs díjat számolunk el, ez is bekerül a hivatalnak a működési költségei közé. Tehát ezekkel a kis kisegítésekkel, az idejében Kaposvő támogatásával ugye rendben is lennének, meg vannak is anyagilag, rendben is vannak a dolgaink. Viszont az tisztán látszik, hogy a negyedik kirendeltség vezető megy el, és ahogy a pályázatokat kiírtuk, mindig egyre kevesebb és kevesebb jelentkező volt ezekre a feladatokra. Most, hogy ennek mi az oka, én ezt nem is akarnám különösebben firtatni. A lényeg az, hogy az látszik a munkaerőpiacon, hogy ebből a forrásból egyre nehezebb kirendeltségvezetőt találni, mondjuk fogalmazzuk meg így. És ebben a helyzetben ugye a feladat a jegyzőasszonyé, mivel ő a hivatalvezető, viszont a munkáltatói jogokat pedig ugye a székhelyi polgármester látja el, ezért megoldást kellett találnunk. Sokszor jönnek kollégák kérésekkel az önkormányzat felé, legyen ilyen dolgozó, olyan dolgozó. Én azt szeretném elmondani a kaposfőieknek, hogy én ismerem Kaposfőnek az előző ciklusban, meg előtte lévő problémáit is adminisztráció tekintetében. Azt hiszem, hogy óriási sokat lépett előre a falu ebben a ciklusban, ebben a tekintetben.
nincsenek problémái az adminisztrációval, elkészülnek a beszámolók, szakszerűen folyik a munka. Én úgy gondolom, hogy a szolgáltatás is jó színvonalú mind a három településen. Ez nagyban köszönhető annak azért, hogy Kaposmérő, illetve hát a Kaposmérő hivatalnak elég jó az imidzse, és hát több dolgozót úgymond az én vagy a mi hivatalunk látóköréből helyeztünk ide a kirendeltséghez. Ez nem azért van, mert én a kaposmérőieket akarom bújtatni a környéken, hanem azért van, mert ugyan mondjuk a szomszéd település polgármester asszonya mindig hivatkozik nekem arra, hogy hát miért nem Kiskorpádi. Azért nem Kiskorpádi, mert egyetlen pályázati felhívásra nem jelentkezett se Kiskorpádi, de ha már itt vagyunk, mert hogy Kaposfő kiadjuk, tehát Kaposfő is se jelentkezett, és minden esetben fogadtuk a polgármester asszonyok, vagy igen, itt ebben a körben csak asszonyok vannak, de másik résznél férfi is, de minden esetben fogadjuk, ha hoznak jelentkezőt. Ellenben, hogyha nincs jelentkezés, a polgármesterek sem hoznak olyat, akivel szívesen dolgoznának, vagy tudnának együtt dolgozni, akkor nem tudunk mit csinálni, tehát a piacon kell a feladatot megoldani. Ez többé-kevésbé eddig ment is. Most eljutottunk odáig, hogy ez nem működik. Hogy mi okból, még egyszer mondom, vagy feszít a bér, vagy pedig valamilyen okból nem akarnak erre a kirendeltségre jönni a dolgozók. Én azt azért el szeretném mondani, hogy a négyből három kirendeltség vezetőt, kettőt ismertem, kettőt nem. Azt gondolom, hogy alkalmasak voltak a feladat ellátására, hiszen van olyan, akik közülük most már egy viszonylag erősebb városnak az aljegyzője, és lehet, hogy jövő évtől már jegyzője lesz. De nem szeretnék, hogy mondjam, egyetlen településnek, meg egyetlen település vezetőnek sem, meg a kollégáim tekintetében semmiféle bírálatot tenni. Valamilyen oknál fogva ezek a dolgok nem működnek, és nincs más választásunk, mint hogy központosítani. Én azt gondolom, hogy ezt a lakosság meg fogja érteni. Ha én rajtam múlna, akkor hát én annak vagyok a híve, kevesebb emberrel több pénzért, ez mérőben működik is, de a hivatali dolgozók próbálnak rávenni engem, hogy ne központosítsam be teljesen a hivatal. Azt gondolom, hogy mind a kettő működik, az együttműködésen múlik az, hogy melyik megy, melyik nem megy. Hát csak azért tudom biztosan mondani, mert kapos újlakkal, tudom én, azt mondja, 30 éve működünk úgy együtt, hogy gyakorlatilag Kaposújlakon már az se igénylik, hogy legyen átmenő dolgozó, tehát hogy ott legyen fogadó óra, hiszen olyan közel van a két település egymáshoz, és azért ezt a lakók megszokják, hogy akkor nem Kaposújlakra mennek, hanem Mérőbe. Most ugyanezt elmondhatom Kaposfőről is egyébként, tehát a kaposfőjék is megszoknák, természetesen lenne egy kis köpködés az elején, hogy így fogalmazzak szabadon, biztos, hogy na Mérőbe kell járni, de összességében, hogyha jól belegondol mindenki, ez nem okozna olyan komoly problémát. Most ezzel szemben egy köztes megoldást választottunk, amikor a dolgozók többsége itt maradt, mivel próbálkoztunk egyébként belső kollega megoldás, úgy belsővel, hogy aki itt van a kirendeltségen belül, ajánlottuk neki is ezt a munkakört, nem vállalták, próbáltunk külsőst behozni, aki munka mellett elvállalta volna ezt a feladatot, és végzettségénél, gyakorlatánál fogva erre képes lenne. Sajnos őt a kormányhivatal törvényességi osztálya zárta ki, mondván van benne igazság, de azért a gyakorlat sok mindent felülíratna, hogy megbízási díjjal nem szerkesztett közokiratokat, és így nem maradt más hátra, mint hogy a hivatalon belül próbáljunk
kirendeltségi vezetőt keresni. Egyelőre a gazdasági vezető, ahogy már a jegyzőasszony elmondta, ő fogja ellátni ezeket a feladatokat és besegíteni a jegyzőasszonynak, hogy meglegyen a törvényesség és a feladat is elláttassék. Nyilvánvaló, hogy ez őrájuk elég komoly plusz munkát tesz, és nyilván ezt mi honorálni is fogjuk, tehát a kirendeltségi vezető megtakarításából, bérének megtakarításából ezt fogjuk tudni finanszírozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem volt ez célunk, tehát nem így akartuk megoldani, a szükség hozza ezt a helyzetet. Az biztos, hogy most azért egy hónapig, kettőig ezt kipróbáljuk, és az nem jelenti azt, hogy nem lehet ebbe változás, ha találunk megfelelő jelöltet, akkor történhet változás, de egyelőre, mivel nincs más megoldás, ezért ez a megoldás született, hogy így oldjuk meg, ez törvényes is. Ellenben el kell mondanom, hogy én nem fogom hosszú távon engedélyezni azt, hogy a jegyzőnő ennyi településen délutánonként az idejét itt töltse. Egyrészt neki is van családja, másrészt nem szeretném, ha önző módon ugye Kaposmérő tevékenységének a rovására menne. Tehát természetesen ezt nem, hogy mondjam, célzásképpen mondom, hanem Kaposön elég sok testületi ülés van, Mérővel lényegesen kevesebb, de itt van Korpád, ott is, hogyha ezt mindenki összeadogatja, akkor azt elképzelhető, hogy azt nem lehet elvárni senkitől, hogy minden estéjét valahol eltöltse, és akkor még van kisebbségi önkormányzat, stb. Tehát megpróbáljuk ezt így, hogy belülről besegítenek a jegyzőasszonynak, és aztán meglátjuk, hogy fog-e ez működni, vagy nem. Egy dolgot viszont szeretnék elmondani, anélkül nem személyre szabottan, hanem mondjuk a kirendeltség vagy az önkormányzatot a kapcsolatban. Fölhívtuk a polgármester kollégáknak a figyelmét, hogy az, hogy itt van hivatal, az nem jelenti azt, hogy akár, bocsánat, most csak itt vagyok azért, nehogy másokat szítjak, tehát sem a kaposfői képviselőtestületnek, sem a kaposfői polgármesternek nincs munkáltatói jog a hivatal dolgozói felett. Tehát nem határozhatja meg, hogy szabadságra mikor megy, mit csinál, mit. Ez teljesen kollegális alapon működhet, ugye ezt szeretnénk, ezt támogatom, ha ez működik, akkor semmi probléma nincsen. Könnyebb úgy, hogy itt van, nem Mérőbe kell átjönni mondjuk a polgármester asszonynak, hanem átmegy a másik irodába. De ez csak akkor működik, hogy ez kollegális alapon. Ezért szeretném fölhívni itt is a képviselőtestületnek a figyelmét erre, tehát a munkáltatói jogokat a jegyzőnő gyakorolja, ő felette pedig a székhely polgármester. És még egy dolgot szeretnék csak, ilyen jó tanács, szabad ilyet mondani, hogy jó tanácsként megfogalmazni, hogy a kirendeltségvezető nem felel elsősorban a képviselőtestület előterjesztéseiért. A képviselőtestület előterjesztéseiért minden esetben a polgármester felel. Tehát előfordulhat olyan, hogy valami nem jó, de azért alapesetben a polgármester. És a polgármesternek a lehetősége, hogy ezt a munkát bizonyos pontokban, mert hát legtöbbször, ahogy itt is néztem, a meghívót azért Mérőbe talán 100%-ba, de másutt is 90% fölött, amikor a polgármester adja elő vagy ő a napirend előterjesztője, tehát nyilván az anyagért is ő felel. És ezért azt kérnék én itt a kaposvői képviselőtestülettől is, meg az összes többi képviselőtől is, hogy tartózkodjunk attól, hogy nyilvánosan kritizáljuk a
hivatal dolgozóit, egyrészt azért, mert nem végzik rosszul a munkájukat, én is szoktam hibát találni, félreértés ne essék, de ezt próbáljuk egymás között elintézni. Abból az okból kifolyólag, hogy látjátok, hogy nem olyan egyszerű, ugye itt nem aljegyzőt keresünk, akinek azért egy magasabb bért szoktak általában megállapítani, hanem egy kirendeltségvezetőt, és itt voltak jogi végzettségű emberek, nem fognak pár százezer forintért eljönni. Próbáltunk ügyintézői szinten megoldani, az sem működött. Tehát vagy emelünk a béren, vagy nyomjuk fölfelé a költségeket, vagy megelégszünk egy kicsit kevesebbet. Tehát ezeket tudomásul kell venni, és ezeket összhangba kell valamilyen szinten hozni. Tehát az nem működik, hogy ennyit követelünk, de ennyit adunk. Ezen felül, tehát még egyszer mondom, természetesen a hivatali dolgozóknak az a feladata, hogy segítse a testületek munkáját, előkészítse az anyagot, de Kaposmérőben ugye elég rövid testületülések szokott lenni, mindig fölhívom a képviselőtestület tagoknak a figyelmét, hogy azért kapják meg egy héttel előtte az anyagot, én is azért kapom meg, most lesz Mérőben csütörtökön, 4-5 alkalommal az előkészített anyagnál mondom a jegyzőasszonynak, vagy a kiküldőnek, hogy ezt tedd bele, azt tedd bele, meg ezt tedd bele, mert én sem vagyok megelégedve mondjuk minden esetben azzal, amit bekerül. Ha ilyen van, a képviselőnek is ugyanez a joga, sőt, szerintem kötelessége is, hogy azért kapjátok meg egy héttel azelőtt az anyagot, és hogyha abból az anyagból úgy érzitek, hogy nincs megfelelő döntési lehetőség, akkor elsősorban a polgármester asszonynak tessék szólni, hogy a polgármester asszony a Kaposvár tekintetében legyél kedves, még ezzel, meg ezzel kiegészíteni az anyagot, mert a döntésünk ilyen formában nem megalapozott. Tehát ez lenne az én kérésem. Több helyen, nem minden ide szól, szeretném a képviselőtestület tagjainak a figyelmét fölhívni, hogy amiket én elmondok, ezek általános dolgok, nem biztos, hogy minden Kaposfőre vonatkozik, vagy kirendeltség szinten, vagy mondhatom, hivatali szinten beszélek. Sokszor előfordul az, hogy a feszültség a hivatal és a polgármesterek között, hogy nem tudják teljesen behatárolni, hogy mi a hivatal dolga és mi a polgármester dolga. Most ebben nem fogok természetesen ilyen dolgokba, részleteibe belemenni, de általában a határozatok, a hivatali ügyek, szerződések átnézése ez a hivatal dolga, de nem dolga a szerződések letárgyalása. Tehát azt, hogy most, hogy visszautaljak, hogy most hogy egyez meg a testület mondjuk a református egyház vagy az egyház alapítványával, az a polgármester meg a testület dolga. A hivatal csak azért felel, hogy amiben megállapodtatok, az úgy legyen leírva a szerződésben. És hát azért ebbe voltak feszültségek, és úgy gondolom, hogy ez az oka annak, elnézést, hogy ebben az esetben én nem tudom magamra vállalni, hogy a 4 kirendeltségvezető én miattam ment el, mert nekem volt a legkevesebb dolgom velük, probléma meg aztán egyáltalán nem. Tehát körülbelül én így látom ezt a helyzetet, még egyszer hangsúlyozva, hogy Kaposmérő kész segítséget nyújtani, ha szabad így mondani, szakmai, vagy egyéb alapon is, és segíteni a környező, most Kaposfőre nem igaz, hogy kistelepülés, de azért vannak itt környezetünk a kistelepülések, ahol nehéz azt a szellemi tőkét biztosítani, ami a hivatal munkájához kell. Ebbe viszont kérjük a partnerséget, mert nekem összesen nem volt annyi 10 év alatt, vagy 13 év alatt a hivatalban ennyi problémám, hogy ennyien elmentek volna. Tehát én erre szeretném felhívni a testület figyelmét, és természetesen, ha ezen kívül bármilyen kérdés lenne, akkor nagyon szívesen válaszolok még. Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat. Én nekem egyetlen egy kiegészítésem lenne a polgármester úr tájékoztatójához, hogy lehet, hogy tartalmilag polgármester határozza meg, hogy mi van az előterjesztésekben, illetve anyagokban,
viszont a törvényesség szempontjából a jelző felel érte. Ugyanezt mondta. De ezt én ebbe kiegészítem, hogy azért a törvényesség, az, hogy ez törvényese, azért a jelző felel, mert a jelzőnek a dolga törvényességi megfelelés. Nincs vitája. Köszönöm. Mondjál, Laci. Én annyit fűznék hozzá, hogy köszönöm szépen, hogy elmondta a beszámolóját. Biztosan nehéz lehetett ilyen szép szavakkal előadni az itteni problémákat. Köszönöm, hogy így fogalmazott. Másrészt, hát azért irigylem a mérői testületet, hogy egy héttel előtte megkapják az anyagot. Nálunk a testület sajnos nem fogadta el az 5 munkanapot. Ugye az SMS-ünkben 5 nap van, ehhez képest még azt se tudjuk betartani sajnos, tehát így nehéz bármit is kérni a hivataltól is. És elnézést, hogyha ez néha esetleg a dolgozókon csattanik. Jó, erre azt tudom mondani, hogy ez viszont nem megengedhető, tehát akkor azt ki kell deríteni, hogy ennek mi az oka. Egyébként nem a testületi anyagok tekintetében, hanem például az évvégi beszámolót úgy tudom, hogy talán Kaposfő fogadta el legkésőbb, ugye május 31, és én ott a gazdasági vezetőt számon kértem azonnal, mert annak nincs oka, hogy május 20-valahányadikán készüljön el a beszámoló. Ez egy teljesen, például ez egy teljesen jogos kritika, de ugye én nem tudok arra reagálni, ami nem jut el hozzám. Arra tudok reagálni, ami eljut hozzám. Elsősorban nem engem kell keresni, hanem a jegyzőasszony, tehát ő is intézkedik, de a problémát el kell mondani. Ha viszont úgy érzitek, hogy a jegyzőasszony sem intézkedett, ezt számtalanszor elmondtam a polgármester kollégáknak, akkor jöjjenek hozzám, tehát ne ők próbáljanak mindenáron rendet tenni, mert a hivatalos út, amihez én sem ragaszkodom, meg őnek sem mondom, hogy mindenáron ragaszkodni kell, de ha vannak feszültségek, vannak gócpontok, akkor az a legjobb út, hogyha betartjuk a hivatali utat, és akkor nem magunk konfrontálódunk. Tehát ha ilyen van, azt nem kell elfogadni, azért mindig megjegyzést kell tenni, és akkor én arra kérem a polgármester kollégát, hogy akkor azt jelezze a jegyzőasszonynak, mert ha nem tudunk róla, akkor nem tudunk intézkedni sem. És hogyha a jegyzőasszony nem intézkedett, akkor tessék hozzám jönni bátran ebbe a kérdésbe. Jó? Köszönjük. Én akkor szeretnék egy-két kiegészítést tenni, vagy valamit elvonálni. Ezt is köszönöm szépen Gábornak ezt a merítő beszámolót. Az, hogy ugye ahogy erről beszéltünk is, illetve Gábor is említette, mindhárom kirendeltség vezetőben lévő polgármesternek pontosan azért az volt a kérése, hogy legyenek kollégák helyben, mert hogy mindegyik esetben az volt az előző ciklus tapasztalata, hogy ez nem valósult meg, ha visszaemlékeztek, Kaposfő ugyanígy volt, úgy kellett nagyítóval keresni a hivatalba az embereket, és valóban, amikor a testület döntött a csatlakozásról, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy legyenek itt kollégák, hogy a lakosságot úgy tudjuk kiszolgálni, ahogy ők azt szeretnék, vagy elvárják. Ebben biztos, hogy vitatkoznék Gáborra, hogy a kaposfőiek megszoknák-e azt, hogy mérőbe kell átjárni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lenne ez annyira örvendetes verzió, de nyilván most van egy olyan helyzet, amiben kell alkalmazkodnunk. Én amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy ugyan rövid távú tapasztalat, de tapasztalat,
A jegyzőasszony említette, hogy a Csabinak a feladatköre nem változott, tehát ugyanazokat a feladatokat látja el, mint eddig. Én azt gondolom, hogy ez az egy nap viszont nagyon kevés, amit itt van így Kaposfön. Javasoltam jegyzőasszonynak, hogy mert értem azt is, hogy nekik is egyeztetni kell a munkákat, illetve most azért így mindenkinek egy picit átrendeződik az élete, de hogy azért három napot legyen Kaposfön, mert hogy elég sok minden van. A legtöbben egyébként, tehát nem a pénztárt veszik igénybe, nem a pénzügyest keresik, hanem a hatósági ügyintézőt keresik. Ugye, ha Csabi nincs itt, akkor gyakorlatilag ugye sem kirendeltségvezetőnk, sem hatósági ügyintézőnk nincs a hivatalban. És hát a mai nap az úgy telt, hogy Csabival még én is egy-két dolgot egyeztettem itt a napi rendek kapcsán, és ez úgy történt, hogy elkezdtünk valamit, ugye most miután egy napot van itt, hozzáteszem, hogy a tegnap volt, hogy először nem volt itt, érkezett valaki, elment, visszajött, nekiálltunk, megint érkezett valaki, megint elment, négyszer futottunk neki, mire az öt darab kérdésemet végig tudtuk venni. Ez nekem is most egy kicsit így nehezebb volt, hogy össze-vissza váltogatok meg, akkor abba hagyjuk, akkor újra kezdjük. Én bízom benne, hogy ez, hogy találunk majd egy új kirendeltségvezetőt, és ez egy ilyen átmeneti állapot lesz, és utána így helyre tud állni megint a rend, mert hogy véleményem szerint eddig a kaposfőiek azzal, hogy két napot van itt adós kolléga, azzal, hogy itt van Csabi, hogy itt a pénzügy pénzzel, tehát tényleg maximálisan ki voltak szolgálva, és én azt gondolom, hogy ezt, ha egy mód van rá, akkor szeretnénk szinten tartani. Mondom mind a mellett, hogy ez most pont egy ilyen átmeneti időszak. Úgyhogy én annyit szeretnék kérni itt polgármester úrtól és jegyzőasszonytól is, hogy segítsenek minket abba, hogy ha találunk kirendeltségvezetőt, hogy akkor valahogy itt az ügymenetet továbbra is helyre tudjunk billenteni, és vissza tudjunk állni egy a kaposfői lakosok által is megszokott ügymenetre, meg megszokott ügyintézésre. Ma Csabinak ilyen paksaméta papírja keletkezett itt, én ezt ma láttam, tehát tényleg nagyon-nagyon sok rétű feladatot végez, és mindezt hozzáteszem, hogy nagyon lelkiismeretesen, és én azt gondolom, hogy pont ezért szeretik a kaposfőiek is a Csabit, mert végtelenül segítőkész, és nem szeretném, hogyha sokáig kellene ilyen formán a Csabit nélkülözniük, illetve hát nem csak nekik, hanem nekem is, nektek is, mert hát nekem is nagy segítség tud abba lenni, hogy el tud nekem is magyarázni olyan dolgokat, amikben mondjuk neki sokkal nagyobb rutinja van, és higgyétek el, hogy sokkal egyszerűbb lesz. Tényleg úgy, ahogy polgármester úr is mondta, átszaladni a szomszéd irodába és megbeszélni, mint hogy fölhívni, nem veszi föl, visszahív, én nem tudom fölvenni, és akkor egy fél nap mire kapok egy ötmondatos információt, vagy egyáltalán, tehát hogy ez így sokkal-sokkal egyszerűbb. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a helyzet mielőbb megoldódik, és tud menni tovább az élet úgy, ahogy nagyjából megszoktuk. Én annyit válaszolnék rá, jó, hogy ugye jelenleg hatósági ügyintézőként ugye feladatokat ellát az ott is, mint szociális feladatokat, tehát ugyanúgy továbbra is kereshetik a lakosok, ő neki ugyanígy a feladatai nem változik, helyben van, elérhető, illetve az egyéb kérelmeket, amikor Csabi nincsen, át tudja venni. Csabi nem egy napot van, hanem másfélet, ugye a kedden a teljes napot és csütörtökön a délelőttet. Egy napot mondhatok csak azért. Nem, csütörtökön a délelőttet még. Jó, és azokon a napokon is itt van, én
Egy napot gondoltam először, csak az elindulásnál beszéltük a Csabival, hogy akkor így a másfél nap legyen, és akkor meglátja, hogy mennyi feladata van. A feladataiban ugye az, hogy ő megoldja meg a hatóság ügyeket, megcsinálja, az nem függ igazából a munkavégzési helytől, mert folyamatosan az, hogy ügyfeleket fogad, tehát az, hogy a saját feladatát nem látja el, az sem kivitelezhető, illetve a törvényességen ugye most más felügyelete alá kerültünk, és jeleztek rendeleti elmaradásokat, hatálytalan rendeleteket folyamatosan, hogy az enyétében nincsenek törölve a módosítások, az anyakönyves kosara tele van, ezt is jelezték, hogy nincsen foglalkozva az anyakönyves feladataival, tehát olyan elmaradásokkal van, amit a kirendeltségvezetőnek össze kellett volna, illetve jobban korrigálni, kontrollálni kellett volna, ami most összességében szakmailag rám vár, hogy ezeket is rendben tegyem, és utolérjük magunkat így is az elmaradt feladatokkal, és még ez mellett is tudjunk segítséget nyújtani mind a lakosoknak, mind a polgármesternek, mind pedig a képviselőknek. Tehát ez lenne a cél, illetve hát az adós kolléga is továbbra is itt van, és ő is elérhető. Jó, akkor én még annyit, hogy én is ezt szerettem volna, hogy másfél napról tudok én is, tehát csütörtökön is itt lesz a Csabi. Magam részéről annyit, hogy igyekszünk fölpörgetni egy kicsit Kaposmérőbe, ebbe biztos vagyok. Mert egyetértek, amit a jegyzőasszony mondott, és ezek számomra indokolatlanok. Hát most én megmondom őszintén, az adóshoz nálunk egy évben 20 nap, hogyha járnak ügyfelek. Másik kolléganőnél se látom, hogy ilyen nappal ott lennének, pedig a két falu együtt az akkora mérő megújlak, mint a, itt a három együtt. Tehát le lehet szoktatni a lakosokat arról, hogy minden cseprő dologgal jöjjenek a hivatalba, és nem is indokolt, ha jól végzik a dolgokat az ügyintézők. A másik pedig azt tudom mondani, hogy a Csabinak külön irodája van Kaposmérőbe. Tudom, hogy neked egy kicsit kellemetlen, de bármikor szívesen látunk, és ott is tudtok dolgozni időnként, hogyha olyan dolog van, tehát ez megoldható probléma. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni, tehát nem lehet azt, hogy egymás sarokba szorítjuk, akkor azt kell mondani, hogy igen. Legyen egy aljegyző, azt akkor benyúlunk a kasszába, azt még egyszer ennyit hozzáteszünk, és akkor működik a dolog. Jó, ezt szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még valakinek van valami kérdése? Hozzászólása, vélemény? Nincs, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen... További jó tanácskozást. Hirtelen ennyibe. Köszönjük, hogy eljöttem. Visszaülök. Jó. Na, akkor... akkor a következő napi rendi pontunk, az a kettes, amit elcsúsztattunk, ez az előterjesztési rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről. Ha visszaemlékeztek, volt már ilyen jellegű igénylésünk. Lehetősége van az önkormányzatoknak, hogyha pénzügyileg nehezebb helyzetbe kerülnek ilyen rendkívüli települési vagy rendkívüli önkormányzati támogatást igényelni, és mint olvashattátok is, itt szeretnénk is beadni ezt a támogatást, mert hogy voltak itt olyan tételek, amire vagy nem volt fedezet, vagy pedig nem számítottunk rá. Hozzáteszem, hogy az érintettekkel ez leegyeztetésre került, értik, megértik a helyzetet, és mindent tehát úgy fogunk kezelni, hogy ebből senkinek problémája ne származzon. Úgyhogy igazából most azt szeretnénk, hogy erre a előterjesztésben szereplő tételekre ugye rendkívüli önkormányzati támogatást nyújtsuk be. Ez általában egyébként
az előzenés az volt, hogy néhány hónapon belül vagy az egészet megkaptuk, vagy egy részét megkaptuk, ez mindenképpen segítség tud lenni most nekünk is a költségvetésünkbe. Ember remélhetőleg most itt a Petőfi utcai értékesítéssel is azért helyre fogunk billenni, és végképp helyre fogunk billenni, hogyha a ráemelési kérelmet megkapjuk. Ez most egy picit kiegyezettebb időszak, úgyhogy igazából veszíteni valója nincs az önkormányzatnak, mert ha beadja a kérelmet, elbírálják és ennyi, nincsen vele semmi veszteni valójuk, úgyhogy én javaslom az előterjesztés és a határozati javaslat, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak az elfogadását, hogy rendkívül önkormányzati támogatást nyújtsunk be. Hogyha egyet értetek, kész velem is jelenszik. Egy hang, köszönöm, akkor benyújtjuk a támogatást. Következő napirendi pontunk. Közterület használat és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályról szóló 10/2011 önkormányzati rendelet módosítása. Erről ugye beszéltünk egy régebbi testületülés kapcsán, hogyha visszaemlékeztek, hogy módosítsuk a rendeletet, mégpedig ami érintve volt, az a kereskedelmi vendéglátó szolgáltató tevékenységet, végzőket érinteni, hogy önkormányzati területet, hogyha igénybe vesznek, akkor 500 forint per nap legyen a tétel, ezt ugye a testület kérte, illetve akkor tüzelő és építőanyag tárolás is 500 forint per nap, hirdető berendezés pedig 5000 forint per hó, ugye ezekbe állapodtunk meg, illetve akkor kultúrház melletti füves terület október 1-május 31 között, parkoló június 1-szeptember 30 között, ugye ezekről beszéltük, ez lett most javaslatként, ha szeretnétek mégis módosítani, akkor természetesen van lehetőség, hogy a rendeletet még változtassuk, ez most akkor a szerint készült el, amit kértetek. Egy kérdés, hogy ott a kultúr melletti parkolónál, ugye ott a, benne bará van írva, hogy június 1-től szeptember. Igen. Ugye ez miért csak az a... Szerintem ez nem érintett, én úgy emlékszem, hogy ezt nem érintettük, és ez az eredeti rendeletben van így. Tehát ezt is lehet, hogyha szeretnétek, hogy egész évben vagy... Tehát bármi. Úgy emlékszem, hogy azt nem érintette a kérésetek. Azért van benne ez. Csak ugye ezt a pontot... Ebben a pontban történt módosítás. 500 forint per nap ott is van. Abban a melletti parkoló. Igen, de abban az időszakban. Igen, tehát ez lehet egész év. És csak abban az időszakban? Én javaslom, hogy az egész év. Hát ugye, most hogy beleszól, ez a románokra az árusítás, akkor kint igen, a fésűség, meg egyéb dolgok, akik kint árusítanak. Azt nem tudjuk, hogy mennyi volt a régi pénzösszeg? Hát most nem hoztam be az... Hozzávetőlegesen? Nem tudom. A régi pénzösszeg az, én annak idején megkérdeztem, mennyi a területfoglalási engedély, az egy nagyon... Csekély? Nagy összeg volt, nem, az irreálisan nagy volt. Ó, igen, tehát van 100 ezer forint. Nem, 15 ezer forint volt két hét, azt hiszem. Igen, nagyon drága volt. És utána még valami 1000 forint volt naponta. És volt négyzetméter díj is. Vagy lehet, hogy négyzetméter díj volt. Már most ilyen alapon akkor de az kipakolom az egész Kossuthot 500 forintért naponta. Most. Jó, ti kértétek, hogy ezt az egy tétetet, ugye itt ez volt ezzel változtatva, ez az eredeti képest ez. Azért mondom, hogy ugye? Én a maga az összeggel nincs kifogásom. Mert ezt legalább én úgy gondolom be fogják fizetni, tehát most te is a szomszéd nem fog elég pakolni a háznál minden nap, mert nem fog, mert neked se fog tetszeni, tehát szerintem mindenki a saját háza előtt fog árusítani. Egyedül az időszak, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez az egész éves év legyen bevéve, tehát január 1-től. Hát igen, mert ha nézzük a... Nem nevezik nevén, de van olyan, aki egész évben árusít, van, aki nem egész év, valaki csak szezonálisan. Ilyen.
Én javaslom, hogy egész évben. De valami négyzetmétert akkor is meg kell határozni, főleg az olyan területeknél, mint a kultúrház. Nem tudjuk. Tehát, de miért nem tudjuk? Hát akkor például nem jöhet oda két árus. Egy azt mondja, én lefoglaltam itt ezt az egész sót. Az 500 forint per nap a... Jelcőasszony, egy kérdés, akkor mint, hogy ezt ki fogja ellenőrizni? Tehát ezt kinek kell ellenőrizni? Ugye a közterület használatnál az engedélyt a rendelet alapján ugye a polgármester adja a hatósági engedélyt. Ugye a polgármester van felhatalmazva a helyi rendelet alapján. Ő adja az engedélyt, hát ellenőrzésre hivatali dolgozó is kimehet ellenőrizni. Ezt hogy nem az a gond, hogy ott van a gond, ha megkéri valaki igen, az engedélyt, akkor valóban nem is kimehet, hogy ő most befizette a díjat, vagy ha nem, akkor a helyszínen kérik, hogy fizesse be, vagy pakoljon el, tehát ez így kivitelezhető. De ebben benne van maga a közterület foglalás is, tehát hogyha én otthon a sódert a ház előtt tartom. Ebben nem, van, ez nem kereskedelmi szolgáltató. De nem, mert ez csak ezt a pontot érintettük, azért nincs benne. Tehát ez kereskedelmi szolgáltató. A közterület használati rendelet alapján, tehát külön kell kérni arra egy engedélyt a polgármestertől, hogy a közterületet sódert tárolás céljára használja, és akkor külön ad egy engedélyt a polgármester. Csak a módosító. De nekünk ki lehet tűnt az egész. Nem, csak a módosító. Csak a módosító. Azért kérdeztem az íjat, hogy mennyi volt a régi. Az eredeti rendeletet is kiküldjük, hogy az is legyen benne, mert akkor az úgy összevethető. De itt van tüzelő és építőanyag tárolás, azt még azt láttam, 500 forint per nap. De az szerintem maradt. Tehát az csak az a pont, tehát abban a pontban is ezért beletették az egész pontot. De ha akarjátok, akkor ezen most túllépünk, és akkor ennek túl, még egyszer akkor fussunk neki még egyszer. Jó, akkor ez döntés nélkül ennek még egyszer akkor neki futunk. Most én már csak azért is, mert ugye volt egy kezdeményezés, amit csináltunk, és annak nem volt folytatása, és úgy gondolom, hogy ez a rendelet lenne annak a folytatása. Jó, az oké, hogy aláírom a közterületfoglalást mind lakósoknak, tehát a saját ház előtt 500 forint per napra, avval semmi baj nincs. De most egy árus idejön, árul egész nap, tehát 500 forintért, akkor én is kimegyek, aztán kipakolok tényleg egy egész utcát. Hát most ugye kirakom ez megint olyan, utcát, aztán befizetem az 500 forintot. Aki egy napra jön ide, annak 500 forint. Aki mondjuk egész évben árusítanak, meg nem 500 de forint. De a románok például, most azt tudom felhozni példának, mert ő van itt ugye minden héten csütörtökön egy napot 500 forintért. És a fél, nem fél, az egész, jó, az egész parkolót. Jó, tehát ez a rendelet volt dolgozni. A testület előtt, tehát ezt nem most hoztuk be először. Nem. Tehát értem én, jó, csak akkor ezt át kellett volna gondolni egy kicsit jobban. Hát ugye Laci, ahogy említette, hogy ez az 5 nap, ez elég kevés, főleg úgy, hogy pénteken délután 2-kor kapjuk meg a határozatokat. Azon a kérdésem, hogy ilyen módosítás van, akkor a teljes eredeti rendelet, az legyen egy melléklet, hogy azért mi lássa mi az ember. Jó, jó. Jó, akkor ezt még egyszer. De akkor azt kérem, hogy ne úgy legyen, hogy 5 nap, és akkor kezdünk el gondolkodni, amikor meglátjuk a napirendet, tudjuk, hogy ezzel foglalkozni kell, gondolkodjunk rajta. Azt szeretném megjegyezni, hogyha már itt tartunk, hogyha visszaemlékeztek, talán az is kamerás ülés volt, az SMS módosítására két hetet az SMS-nek a felülvizsgálatára, 2 hétig várta jegyzőasszony a javaslatokat, egyetlen egy darab javaslat nem érkezett. Jogos. Hát a miénk elhangzott itt, te mondod ezt, hogy az egészet szeretnék a dolgot. Nem, jegyzőasszony utána kérte írásba, hogy küldjétek meg, egyetlen egy darab javaslat nem érkezett. Úgyhogy ennyit az 5 napról, ez csak a ezért mondja. A tétse, ami miatt azt mondtad, hogy nem most döntsünk, mert át kell dolgozni az egészet, mert több javaslatod is van. Jó, nekem most lesz javaslatom, nekem voltak olyan okok, ami miatt nem tudtam megcsinálni, ezt hagyjuk, most lesz már rá időm. Jó. Na, jegyző asszonnyal egyeztetni fogok ez ügybe. Jó, na, akkor ez is továbbra is feladat marad, akkor erről sem döntünk most, és akkor egy következő alkalommal, akkor most is azt kérem, amit mindig szoktam, hogy akkor a testület gondolja át, hogy mit szeretne. Én is meghiggyétek el, meg fogom beszélni, ahogy ti megbeszélitek mondjuk jegyzőasszonnyal, vagy a hivatali dolgozókkal, hogy én is meg fogom beszélni a gondolataimat velük, meg is szoktam. Na, akkor erről, akkor ezt tovább léptünk. Következő napirendi pontunk
A 2023 évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Ez a rendelet ugye ahhoz szükséges, megalkossuk, hogy meg tudjuk vásárolni a tűzifát. Gyakorlatilag az előző évek rendelet mintájára készült el, és gyakorlatilag a határidők lettek aktualizálva. Egy kérdésem lenne, ugye több három gyerekes család engem megkeresett, hogy ő nekik alapjáraton jár-e, vagy pénz összeghez kötött ott, tehát ő perfő? Nem, ők úgy van, alapvetően mindenki pénzösszeghez kötött, annyi, hogy ugye van benne egy olyan kitétel, hogy ha megnézed, ez a kettes paragrafus, ötös pont, a kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy idős korúak járadékára, vagy a képviselőtestület helyi rendelete szerint települési támogatásra jogosultak, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy akik három vagy annál több gyermeket nevelnek, tehát előny, a kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek. De attól függetlenül ugyan, hogy van egy kereseti összeghatár per fő. Így van. Jó, tehát egyébként ez évek óta ugyan ez van, és azt szerint lett megcsinálva. Itt most én azt vettem észre, és csak jegyző asszonynak mutatom, hogy szerintem ez itt el lett írva, hogy ez 23. Jó, ez csak azért, hogy javítsuk ki, hogy nehogy benn maradjon a végleges rendeletbe itt a hatos pontba. Meg ez nem tudom, ez remélhetőleg ez jó. Igen, az. Jó, akkor ha a testület egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint a rendeletet elfogadjuk, kérem készfelemeléssel jelezzétek. Egyhangú, köszönöm szépen, és most egy szünetet szeretnék kérni mindenkitől. Akkor egy rövid szünet után folytatjuk a napirendnek megtárgyalását. Következő napirendi pontunk gyermek és közétkeztetés ellátására kötött szerződés módosítása. Az üzemeltető jelezte, hogy átalakította a cégeket, és a gasztronómia BT-be olvadt az MV közétkeztető és szolgáltató Kft-be. Ugye ez annyiban érint most itt minket, hogy a szerződést módosítani kell, mivel hogy hát az a cég ilyen formában, tehát önálló formában már nem létezik. Itt a edző asszonynak csak mutatnám, hogy itt ez van elírva. Igen. Mert Igen, meg itt véletlenül kimaradt csak egy elütés, ez csak egy elütés, hogy kimaradt egy betű mindenhol következetesen. Ezzel most így igazából ennyi a teendőnk, hogy átírjuk az üzemeltetőt. Hogyha ezzel egyetértetek, akkor kész felemeléssel jelezzétek. Jó, egy hangon köszönöm szépen, akkor módosítjuk a vállalkozási szerződésbe a nevet. A következő napirendünk pont elektromos hálózat kialakítása. Múltkor volt egy elhamarkodott döntésünk, illetve annyiból volt elhamarkodott, hogy elkerülte mindenkinek a figyelmét, hogy egy olyan döntést hoztunk meg, amit nem jogszerűen tettünk, mégpedig az, hogy a konyha villany kialakításánál elfogadtunk egy olyan árajánlatot, ami 1 millió forint fölötti, és 1 millió forint fölött 3 árajánlatra kötelezett az önkormányzat, úgyhogy én javaslom, hogy a 177/2023-8.14 KT határozatot helyezzük hatályon kívül. Ez volt az a határozat, amivel elfogadtuk azt az 1 millió 700 ezer forintos
árajánlatot. Én amikor a jegyzőkönyvet néztem át, akkor, akkor már észrevettem, és igyekeztem, hogy mire lesz a testületi ülés, szerezzek, kérjek két árajánlatot még, hogy szabályosak legyünk. Ezeket mostanra sikerült is megkérni. Van egy árajánlat Haraszti Árpád egyéni vállalkozótól, ez bruttó 1.977.878 forint, ezeket majd föltöltöttem a testületi anyagába egyébként, tehát ott ugye megvannak. Aztán a Törzsök Lászlótól érkezett egy 2.438.717 forintos bruttó árajánlat, illetve akkor a Sulc Istváné volt 1.718.207 forintos árajánlat. Még mindig az a legalacsonyabb árajánlat, viszont most már ha szabályszerűen tudjuk elfogadni, és hogyha ez továbbra is fönntartja a testület. Jó, úgyhogy akkor ezek alapján, igen. Én nem voltam itt az előző testületi ülésen. És ugye ez a konyha áram kialakításához szól a háromszor, hány amper? 63. Amper. Igen, mert ugye az 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 amper mennyiség, amit még oszlopról, ugye? Amit még az EON tud nekünk adni. Igen. Különben többet nem tud. Ja. Tehát, hogy ez a maximum, aminek ugye van egy plusz költsége, ugye ez a kialakítás, és plusz ugye az amper, mert az 32 amperig ingyenes, tehát hogy ezek ilyen költségek. Ezt terveztetnünk nem kell. De? Kell terveztetni ezt is? De, vagy nem? Nem. Nem, bocsánat. Nem kell. Balázs, köszönöm. Mindent már mindent tervezni akarok, mert már mindig beleszaladunk. És erősített kártyára. Jó, de akkor most így akkor azt a határozatot, hogy ha egyetértetek azzal, hogy helyezzük hatályon kívül, akkor kész felmeléssel jelezzétek. Egyhangú, köszönöm, és akkor most ez alapján, a három árajánlat alapján a testület akkor, ha elfogadja Sulc István egyéni vállalkozó ajánlatát, és akkor utasítja a polgármestert a kapcsolódó feladatok végrehajtására. Úgyhogy ezzel egyetért, egyhangú, köszönöm szépen, és mindjárt szabályosak is vagyunk. A következő napi rend. Érkezett egy kérelem a Búzavirág utcából lakópihenő övezet tábla kihelyezésére. Ugye az előterjesztést megkaptátok, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés? Vagy mi mit gondoltok, melyik irányba menjünk, igen. Én ha jól értelmeztem, akkor a Búzavirág utcába csak úgy egy lakópihenővezet táblát nem tudunk kihelyezni. De, igen, ez egy kicsit kacifántos. Ja. Na, ez úgy néz ki. Na, igen, hozzáteszem, hogy ez volt például az a napirend, amit kértem Csabitól, hogy egy picit emberi nyelvre fordítsa le nekem. Ez úgy néz ki, hogy de ki tudunk helyezni lakópihenővezet táblát, ez egy forgalomtechnikai megoldás. Ezen kívül még lehet fekvőrendőrt, meg egyéb opciókat itt leírtak az előterjesztésbe. Ahhoz, hogy ilyen, annyi, hogy megvan a szabálya, hogy kell legyen eleje, meg vége. Ehhez gyakorlatilag a rendőrséggel és a közlekedési felügyelettel kell egyeztetni, semmi más módosítás nem szükséges. A táblának a hatáskörét pedig a KRESZ szabályozza, tehát ha a KRESZ leírja, hogy lakópihenő övezet táblánál kilométer per órával lehet menni, stb. Úgymond, hogyha a KRESZ-t megszegik, akkor az alapján a rendőr intézkedhet. Tehát ezt a lakópihenő övezet táblát simán ki tudjuk tenni, kell rendelni táblát és kész. Illetve nem igaz, mert előtte a rendőrséggel meg a közlekedési felügyelettel kell egyeztetni, de ha ők is hozzájárulnak, akkor kirakható. És akkor ugye van egy, kaptatok egy olyan javaslatot is, hogy nem alakítunk ilyen
lakópihenővezetet. Illetve a harmadik verzió, ami megjelent, hogy helyi építési szabályzat szinten szabályozzuk mi le, hogy mit lehet a lakópihenővezetbe, tehát nem a KRESZ, meg nem más szabályozó, hanem az önkormányzat. Viszont a helyi építési szabályzat az 1-2 millió forintba kerül módosítani, és hozzáteszem, hogy a rendőr nem fogja tudni, hogy mi van a te helyi építési szabályzatodban, tehát még mindig, ha a KRESZ alapján kell betartatni, a nagyobb esély van, hogy valami intézkedés történik, mint hogyha HÉSZ alapján kell betartatni egy szabályozást, mert nem fogják minden település HÉSZ-ét ismerni. Igen? Egy kérdés, vagy pár kérdés. Utoljára, amikor beszéltünk erről, úgy emlékszek, ezt már előterjesztettem, hogy rakjuk vissza azt lakópihenővezetét. Most lehet, hogy rosszul emlékszek rá, de azt mondtad, hogy az helyépítési szabályzat módosítás és KRESZ tábla kihelyezéssel jár, és akkor 600 ezer forint volt még a HÉSZ módosítás. Tavaly évben volt ez valamikor. Nem lehetett annyi, mert a vízprojektnél már amikor módosítottunk milliós tételek voltak. Most, illetve ha visszaemlékeztek, kért a Márci János is, az is milliós tétel volt. De egyébként annyiból jól emlékszel, hogy akkor valóban az volt a, nekem is az információm, hogy nem lehet. Aztán ugye a Csabi megfuttatta ezt a Gárcs Andrásnál, aki egyébként a mi HÉSZ-ünket módosította, mind a, amikor a Márci János kérte, mind a KEHO projektbe, és aztán így kezdett el ez letisztulni, meg egy csomó telefon után, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak, de igen, jól emlékszel, hogy akkor nekem is az volt az információm, hogy ezt csak úgy tudjuk, de aztán leírták, hogy egyébként meg nem. Tehát akkor lehet simán lakópihenőzet táblát kirakni, és akkor az hozza magával az összes jogszabályt? Nem, a KRESZ. A KRESZ hozza magával. Semmi más jogszabályt nem hoz magával, az csak a KRESZ szabályokat. Ez 100%? Oké. Nem én néztem utána, azt tudom mondani, a hivatalt kértem meg, hogy nézzenek utána. Én ezt az információt kaptam, mint ahogy ti is ezt az információt kaptátok az előterjesztésben. Ha azt szeretnéd, hogy mérget vegyek be rá, nem tudom. Jó, most nem azt akkor szeretném. Én nekem az a javaslatom, hogy akkor helyezzünk egy lakópihenővezet táblát, és akkor futtassuk meg a rendőrségnél, meg ahol kell. Jó, igen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy kihelyezzük ezt a táblát, igen, meg fogja oldani az összes problémát, mert itt például ugye egy vállalkozásra panaszkodnak, tehát azzal van az egyik legnagyobb probléma. Mi történik? Vissza lehet vonni annak a vállalkozásnak az engedélyét? Most itt közben nézem az előterjesztést, és ott ugye írja a tervező, a Gárcs András, hogy már ugye az volt felé feltett kérdés, hogy lakópihenővezet létesítése, hogy ugye az hogyan kivitelezhető, hogy pontosan egyeztetni kellene, hogy egyetlen mit szeretne a testület, hogy van-e egyetlen hajlandóság arra, hogy bármilyen táblát, és én utána azt leegyeztetném a tervezővel, hogy egyetlen az mivel járna, mert neki sem volt egyértelműen tiszta, hogy milyen irányban menjen. Nem. Én azt az információt kaptam, hogy ahogy mondod is, lakópihenővezet besorolást kapjon. Tehát maga az a terület. Tehát nem a tábla kihelyezését mondja ő, hanem az, hogy a helyi építési szabályzat az lesz, hogy lakópihenővezet olyan, mint a gazdasági övezet, és még sorolhatnánk. Tehát ez nem arra vonatkozik, hogy a táblát kitehetjük-e, hanem hogy övezetet akarunk, és erre mondtam nektek, hogy a HÉSZ-t kell akkor módosítani, ha övezet szinten akarjuk szabályozni. A tábla az pedig egy ilyen rendőrség közlekedési hatóság egyeztetés, én ezt az információt kaptam. Tehát, hogy a Gárcs Andrásnál, bocsánat, akkor kellene tovább mennünk, ha azt mondaná a testület, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy az övezetet, tehát HÉSZ módosítást hajtsunk végre. Én ezt javasoltam akkor, ha jól emlékszem, ugye lakópihenő övezetté nyilvánítani pár de utcát. De nem érsz el vele semmit. Tehát pont ez a probléma, ezt beszélgettük, hogy mivel azt be kell valakinek tartani. A rendőr, ki tud oda menni intézkedni? Várjál, a rendőr. A rendőr maximum a KRESZ-t fogja tudni betartatni, nem fogja tudni, hogy a te HÉSZ-edben mi van. Nagyon jó, körülbelül. Csak mondok egy számot, 50 ezer forint az a három, vagy egy tábla, vagy kettő, tehát nem befolyásoló tényező. Nyilvánítsuk lakópihenő övezetté a HÉSZ alapján, plusz helyezzük ki a táblát, és megvan oldva, mind a kettő. Nincs megoldva. De akkor mind a kettőt megoldod. Szerintem nincs ezzel megoldva. Miért nem? Tehát
egyszer lakópihenő övezeti nyilvánítod, akkor az hozza magával az összes szabályt, ami az ahhoz tartozik, plusz kirakod a táblát, tehát a rendőr is tud intézkedni. Igen, és nem tudjuk, hogy a lakópihenő övezetnek egyébként még milyen feltételeknek kell megfelelni, meg még el fogunk szúrni 1-2 millió forintot. Igen? Én mindig ott tartok, hogy rakjuk ki ezt a táblát, futtassuk meg, és nézzünk utána annak, hogy az övezetnek, a minősítésnek mi a feltételei. És én egyáltalán nem javaslom most azt, hogy mi egy hészmódosítást ezért megcsináltassuk. Ezt rakjuk úgy talomba, hogy van egy hészmódosítási javaslatunk, és amennyiben lesz még hozzá egy-kettő, akkor egybe csináltassuk azért meg. Azért azt hozzáteszem, hogy valószínűleg egy ilyen javaslatot sem fogunk ingyen kapni, tehát nyilván, mert ezzel dolgozni kell, tehát nem fog annyiba mi kerülni. Mi rakjuk félre, hogy mi szeretnénk egy övezetet csinálni, önkormányzati szinten, nem keresünk meg senkit, ez ott ja, van, értem. Hogy mi van egy ilyen igény. Ja, hogy egy igényt rögzítsünk, mert egyébként, hogyha valami miatt, mint ahogy ugye volt is erre példa, hogy tehát van valami másért akár hészmódosítás, akkor nyilván bele lehet ezt is venni. Én azt nem javaslom, hogy ezt most külön csak ezért, ha lesz más miatt indokolt, tehát olyan indokolt, ami elkerülhetetlen a hészmódosítás, akkor nyilván ezzel is foglalkozunk. Jó, akkor egy előterjed, tehát egy tervezetet kéne, de akkor több utcát kéne megnézni, nem csak a Buzavirág utcát. Tehát mondjuk a Sárvári, tehát ami olyan kritikus utca, tehát ugye ahol felmáll annak, hogy pihenni szeretnének. Igen, csak arra is vigyázni kell, hogyha túlszabályozunk, akkor utána megnehezítjük a saját életünket. Most mondok valamit, nem tudom, hogy mik a lakópihenővezeteknek a szabályai, most csak hasonló ütök, és csak egy hülye példát fogok nektek mondani. Lakópihenővezetbe nem hajthat be, nem tudom én mekkora autó. Utána jönnek a lakók, hogy neki nem tudják a fát behordani, mert nem jöhet be az autó. Tehát úgymond, ha túlszabályozunk... Bocs, hogy beleszólok ebbe, de külön engedélyel, tehát arra az időre... Mondom, csak egy hülye példát mondtam, nem azért, mert hogy ez van benne, hogy... Arra akartam kiukadni, hogy lehet, hogy annyira lekorlátozzuk utána magunkat, hogy utána meg az lesz a baj, hogy bizonyos dolgok meg olyan keretek közé vannak szorítva, hogy akkor a lakók meg azért fognak panaszkodni, hogy ezzel egy kicsit csinálják. Ezt akkor meg kiegészíteni még azzal, hogy a lakókat megkérdezni, hogy ők szeretnék-e, hogy lakópihenővezet legyen. Meg és egy kérdés lehetne a jegyzőasszonyhoz, hogy utána tudnátok-e ennek nézni, hogy a lakópihenő övezetre milyen szabályok vonatkoznak. Tehát maga a hészmódosítással kapcsolatosan. Uh-huh. Hogy tehát mit tartalmaz, mi lesz azután, hogyha módosítanánk? Jó, az előterjesztésben annyi szerepel, hogy ugye ezek az utak forgalomszabályozásáról, hogy ott mit kell betartani forgalomcsillapítás tekintetében, akkor ugye a közeti közlekedésnél, hogy pontod van ez a 3500 kg tekintetében az autók, tehát itt ennyi szerepel, de akkor még a... És akkor ugye erre, hogy véletlenül, tehát ahogy a Melinda is mondja, hogy például pár lakónak tüzelőanyagot vagy építi anyagot kell szállítani, hogy az... Tehát beszabályozza bele. Például az ipadról. Például itt is van, hogy járművel legfeljebb 20 km per óra sebességgel lehet közlekedni. Igen, mert hát lehet, hogy vannak olyan szabályok, hogy bizonyos autók bemehetnek, mert most tényleg egy szippantó autó az nem opció, hogy most be kell menni, vagy nem, de tényleg nem tudom, hogy mik vonatkoznak hész szinten. Jó, addig rakjuk ki a táblát, hogy a Pisti javasolta, és meglátjuk, hogy mi történik. Jó, tehát akkor... Ezt megrakjuk talomba, és nézzük utána. Igényként rakjuk félre, hogy csináljuk egy lakópihenő. Jó, akkor az egyik javaslat, hogy akkor ilyen lakópihenő övezet táblát tegyünk ki a Buzavirág utcába, és akkor ezzel kapcsolatban egyeztessük a rendőrséggel közlekedési felügyelet. A rendőrség meg fogja mondani, hogy hova rakhatjuk ki. Valószínűleg, hogy szerintem inkább a közlekedési felügyelet fogja nekünk megmondani, mert van egy ilyen, hogy ezt a Csabi mondta, hogy közintézmény nem eshet oda, tehát például biztos, hogy csak az óvoda után fogjuk tudni kitenni. Jó, és ennek milyen következménye lesz? Mit szeretnénk ezzel megoldani, hogy kiteszek az Amire többen, én más miatt, tehát én tudom, hogy te mire gondoltál, de nem csak ez miatt érkezett ilyen kérés, hanem hozzám például az miatt is, hogy a sebességet korlátozza, hogy mondjuk nem tudom, azt hiszem 30 km per óra vagy 20, hogy ugye sok a kint a gyerek, hogy legalább a sebességet korlátozza, illetve megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy a kereszt nem néztem meg, hogy milyen további szabályok vonatkoznak. A lakópihenővezetre.
lakópihenővezetre lesz szerint. Most igazából ez egy, azért mondom, hogy ez egy kérés volt, lehet azt mondani, hogy nem tesszük ki, lehet azt mondani, hogy kitesszük meg. Hát ki lehet tenni, csak én sok hatást igazából ez a sebesség, oké, de azon kívül... Itt van a Kressznek a közlekedés lakópihenő, mondjuk ez övezetben. Ez hát a ez tábla az, maga. Hát a lakópihenő övezet tábla. Ennek az a lényege, hogy a lakópihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelni kell a gyalogosok, különösen a gyermekek és a kerékpárosok biztonságára. Tehát itt, hogy a lakópihenő övezetben járművelnek 20 km/h, akkor behajthat tulajdonképpen minden. Tehát az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi, az oda látogatók szállító autóbusz, építés, tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzá kapcsolt pótkocsi. De nem minden, tehát hogy ezek szerint nem minden hajthat be. Hát de azért mondom, hogy tehát a tüzelőanyag építőanyag... Hát az megoldott. Jó, de mondjuk akkor be, ami még problémaként fölmerült, ezt is a traktorok. A mezőgazdasági gépek? Igen, a mezőgazdasági gépek. Ugye ez is fölmerült problémaként többször a Buzavirág utca részéről. Hát mondjuk itt átmenő, tehát itt átmenő forgalom nincs. Tehát itt a konkrétan a Buzavirág utcába menők mehetnek be. Na, most igen. És tehát a házi kertek azok meg a Kossuth-Lajos is utcában vannak. Így van, tehát pontosan. Tehát, hogy a másik, amivel még most esetleg ki lehet küszöbölni, az, amit többen is kértek a Buzavirág utcából, és problémaként jelezték a nagy gépeket. Helyezzük, nézzük meg, mi jó. Jó, akkor ha egyetértünk azzal, hogy lakópihenővezet tábla kihelyezéséhez az egyeztetést megkezdjük, és hogyha engedélyezik, akkor kirakjuk a lakópihenővezet táblát, akkor kézbeállítással jelezzétek. Egy hang, köszönöm szépen, és akkor egy olyan döntést is hozzunk, hogy akkor kérjük a hivatalt, hogy valami információt rakjon össze a testületnek arról, hogy a kész módosítást, hogyha a tövezeti besorolást kérünk, hogy akkor körülbelül annak milyen feltételrendszere van, vagy mit lehet igazából, vagy mit, inkább az is érdekes, hogy mit nem lehet a lakópihenővezetben tenni. Ezzel egyetértünk. Egy hangot köszönöm. Nekem még egy. Igen. Még egy dolog amellett, hogy kirakjuk a táblát. Az én emlékeimben szerepel, hogy ott valamikor volt tábla. Lakópihenővezet tábla. Igen. Volt. 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 Lehet. Csak az eltűnt. Na, mert egyébként ugye ugyanúgy, most mindentől függetlenül, ugye, ha nem övezeti besorolás, tehát ez bármikor bárki meg is szüntethet és le is veheti. Tehát ez. Jó, akkor ez megvan. Na, a Kaposfő 645 helyrajzi számú alatti ingatlan Kaposvárosi önkormányzata részére történő értékesítéséről kaptunk egy Búzavirág utcai ingatlan felajánlást, hogy 1,5 millió forintért ezt a 645-ös helyrajzi számú ingatlant felajánlják az önkormányzatnak megvásárlásra. Van ugye 3 Búzavirág utcai ingatlanunk, én nem gondolom, hogy kell egy negyedik. De. Szerintem sáter akartuk őket alakítani. Igen, tehát hogy így, de nyilván miután felajánlották az önkormányzatnak, be kellett hozzon testület ülésre, de akkor a határozati javaslat, hogy az önkormányzat nem kívánja megvásárolni ezt az ingatlant. Ezzel egyetértünk. Egy hangot köszönöm szépen, akkor tájékoztassuk a kérelmezőt, hogy nem szeretnénk. Na, következő napirendünk megbízási szerződés irattározási feladatok ellátására. Most volt szerintem egy hónapon belül irattári ellenőrzésünk, ahol hát az a megállapítás született Kaposfő tekintetében, hogy nagyon durva, hát 2014 óta nagyon nem, de még hát én valami sokkal... 94 vagy 96 óta, bocsánat, 1991 után keletkezett önkormányzati iratokban még nem volt selejtezés. Ennek az az oka, hogy erre nincs kapacitás.
Tehát a napi ügyfélforgalom és az ügymenet mellett, hogy a hivatali dolgozók itt irattározzanak, meg selejtezzenek, meg válogassanak, meg átnézzék, erre egyszerűen nincsen kapacitás. Viszont határidőt szabtak nekünk, hogy november 30-áig írásbeli beszámolót kérnek, és a selejtezés elvégzésének 24. február 29-ét határozzák meg. Nem tudok mit mondani, nincs más választásunk, ha nem akarunk ezért büntetést kapni, meg egyébként sem lenne rossz, hogyha nem lenne tele minden szeméttel az irattár, akkor ezt kénytelenek vagyunk egy külsősre bízni, aki ezért vállalja a felelősséget, leselejtezi erről, ad egy jegyzőkönyvet, és egyenesbe hozzuk az irattározást is. Ennek a költsége megbízási szerződésről lenne szó, nettó 500 ezer forint, ami azt jelenti, hogy ehhez még 78.035 forint járulék kapcsolódik, tehát így összesen az önkormányzat költsége 578.035 forint lenne, hogy az irattárat rendbe rakja. Igen. Most ezt mindenhogyan meg kell csinálnunk, mert erre köteleztek minket. Nekem egy kérdésem lenne, jegyzőasszony felé, hogy amennyiben ez egyszer rendben van rakva, akkor utána ezt fenntartható lesz ez természetesen. A... Ez az ügymenetben, tehát ugye a többi településen, ahol nincsen ekkora irattári elmaradás, vagy ugye 91 óta, azokon a településeken nem is javasolta a levéltár. Így ez a megbízási szerződés, csak ahol nagyobb elmaradások vannak. Ugye többek között Kaposmérőben Kaposfő volt, mert Kaposmérőben is 90-es évek vége óta nem volt selejtezés. És ez akkora feladat lenne a kollégáknak, hogy erre így nincsen kapacitás. De azt természetesen elvárható, sőt el is várom, hogy a meglévő irattárat azt rendezzék és karban tartsák, rendbe tartsák. Tehát, és rendben van rakva, utána igen, szinten igen, kell igen, tartani. Igen, 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 igen. Ez a közös önkormányzatnak, a dolgozóinak a feladata lett volna annó is, ezeket a régi iratokat ugye rendbe rakni és hát irattározni. Igen, folyamatosan. De itt még jutai, mert feladat, nem tudom, honnan lévő iratok is ugye még vannak itt, amit még azt sem tudjuk, hogy honnan vannak itt igazából, igen. És ugye ezeknek a selejtezését kellene most úgy helyre rakni, mert ez az irattári ellenőrzés ezeket tárta fel, ezeket a problémákat. Tehát eddig ott voltak a berakva, csak és nem volt velük úgymond foglalkozva. De ez mind a hely miatt is fontos lenne, mert rengeteg hely szabadul fel, hogy akkor a továbbiakban lehessen odapakolni, mint pedig tényleg szakszerűen átnézik azok a levéltárás dolgozók, akiknek ez a feladatuk, hogy szakszerűen a régi iratok le legyenek selejtezve, és akkor ezek megsemmisítésre kerülnek. Na, akkor én javaslom a megbízási szerződés elfogadását, és akkor rendeljük meg a irattári selejtezést, mert különben itt sose lesz rend. Hogyha ezzel egyetértetek, készfelemeléssel jelentem. Egy hangra, köszönöm szépen, akkor megrendeljük a selejtezést. Jó, és akkor egyebek. Én egy-két apróságot hoztam még, ami menet közben felmerült, ugye elindult az új óvodai szezon, nevelési év, bocsánat. És ugye minden évben meghozzuk a határozatot arról, hogy a gyerekeknek az iskolai előkészítő fejlesztését szeretnénk-e folytatni. Most ez is kérdés, hogy akkor továbbra is fenntartja a testület azt a szándékát, hogy az előző éveknek megfelelő feltételekkel és paraméterekkel az iskolára való fejlesztő foglalkozásokat az óvodában folytatja. Én javaslom, hogy folytassuk, nagyon nagy szükség van rá, vagy legalábbis az iskolai visszajelzések alapján sajnos azt kell hallanom, hogy szükség van rá, mert sajnos nincsenek a gyerekek sokszor azon a szinten, ami az iskolában elvárható lenne, viszont a korukból adódóan pedig az iskolára kötelezettek, és ezzel lehet egy picit nem csak a nevelőknek, hanem a gyerekeknek is, leginkább a gyerekeknek segíteni abban, hogy az iskolát könnyebben vegyék. Úgyhogy én javaslom, hogy az iskolai előkészítő fejlesztéseket folytassuk. Aki egyébként
Igen, ja, kérdezni szeretnél, jó? Igen. Nekem az a javaslatom, hogy ezzel várjuk meg, amíg az iskola elmondja erről a véleményét, ugyanis amikor ott voltunk az iskolában, ők nem is tudtak erről, hogy folyik ilyen. Ez így volt. Az Otto tudott róla, és ezt el is mondta? A tanárom nem mondott ilyet, Jack mondott ilyen, valaki nem tudna róla. Azt mondták a tanárom, nem mondta az Otto sem. Nem tudja. Nem mondta az Otto sem. Az Otto is betagadta. És ugye ott arról született ott egy megállapodás, hogy megkapják az óvodától a névsort, hogy kik részesültek ebbe, hogy utána le tudják mondani a következtetést, hogy volt-e értelme ennek a fejlesztésnek, hogy mit értek el vele. Hát ezt várjuk meg szerintem. Szerintem december 31-ig várjunk ebben. Ugye, a sok. Egy hónap alatt, ugye egy hónap alatt nem látod meg. Október 30. Az a baj, na a következő van, ugye úgy működik ilyenkor, ugye ezek fel kell mérni először is ezeknek a gyerekeknek, hogy mely területen szükséges a fejlesztésük. Ez nagyjából egy hónapot igénybe vesz, elég sok gyerek van, amíg ezt felmérik. Tehát alapból már egy hónappal később indul el, úgymond. Igen. Elnézést kérek, hogy beleszólok ebbe, de ugye a gyerek oda kerül a kis csoportba, és onnantól kezdve látják az óvónők, és aki ebben foglalkozik, hogy milyen fázisban van már a gyerek, és mit kell vele csinálni. Tehát nem amikor nagy csoportos lesz, akkor látják, hogy miben van lemaradva, ezt folyamatosan látják. Igen, kivéve amikor élemet. Cserélődnek a csoportban az óvónénik, meg amikor új beiratkozók vannak, meg stb. Tehát valóban az egy részénél ez. Jó. Az óvónénik meg... Oké, mit szeretnétek, mi legyen? Szerintem nem kell várni sokat igazából. Elméletileg akkor megkapták a névsort. Igen. Volt egy fél év. Jó, akkor kérek az iskolától egy írás... Akkor figyeljetek, akkor kérek egy írásbeli nyilatkozatot, vagy nem tudom, visszajelzést, akkor erről, hogy mi a véleményük az óvodai fejlesztésről. Jó ez így? Igen. És akkor viszont egy valamit kérek, hogy ezért ne kelljen, hogy a gyerekek se szenvedjenek hátrányt. Hogyha megkapjuk, én kiküldöm nektek e-mailen, és e-mailes írásba akkor jelezzetek vissza, hogy mehet-e tovább a fejlesztés. Ez így elfogadható? Jó, akkor a határozati javaslat, hogy visszajelzést kérek az iskolától írásban a fejlesztésekre vonatkozóan, írják le, hogy véleményüket, tapasztalatukat, és akkor ez alapján én fogok kérni tőletek egy javaslatot, hogy folytatódjon vagy ne e-mailes úton. Jó, egyetértünk. Oké, köszönöm. Jött egy olyan kérés, megkeresés felém, ez már máskor is felmerül, a konditermet szeretnék hát többen használni. Lenne itt kezdeményezés arra, hogy egy ilyen kis közösségi összeállás alapján valami felújítási munkálatokat végezni. Amit megnézték, lőtt egy olyan kérés is, hogy mivel ez nagyon dohos, lepukkant ez az épület, hogy esetleg valami másik épületbe áthelyezni, hogy a konditerem kapcsán egy kicsit emberi körülményeket biztosítani. Amit kértek, hogy ha van lehetőség esetleg másik helyre áttenni, illetve az anyag, hogy akár egy festék, vagy ilyen egyéb anyagokat, hogyha abban segítenénk, akkor közösségi munkába többen bevállalnák, hogy mondjuk megcsinálják, csak az anyagot biztosítsuk. Ezt most csak azért hoztam ide, hogy egyáltalán lenne erre szándék, mert hogyha igen, akkor ebbe mennénk egy picit tovább. Ki a trészemről? Ki kezdve? Hát ugye annak nem feltétlen most volt, de a Szilágyi Balázzsal is beszéltem itt a konditerem kapcsán, be is mentünk. A Boros Balázs jelezte nekem a Buzavirág utcából, hogy ők is ott többen használnak, meg szívesen segítenének ebbe, úgyhogy onnan ilyen helyekről kaptam visszajelzést. És ebbe szálljon be az önkormányzat a felújítás segítségként, vagy biztosítsunk nekik másik helyet? Hát olyan, az az igazság, hogy olyan is ismert, elsődlegesen, hogy az lenne a praktikus lehet, vagy olcsóbb, hogyha megpróbálnánk egy másik helyet keresni, nem tudom, hogy mi lehetne egyébként, és esetleg azt egy kicsit kipofozni, mert lehet, hogy olcsóbb is lenne, mert hogy ez nagyon-nagyon le van lakva.
Illetve mondták, hogy ha egy picit emberi körülmények lennének, akkor még így saját maguk még egy-két gépet is hoznának pluszba, de ilyen hát dós, penészes, vizes helyre nem szeretnék. Nekem most így egy hirtelen ötlet csak. Most nagyon kapásból olyan más ötlet nincsen, tehát most hiába nézzük, hogy ott van a régi sportöltöző. Az se sokkal külön hely, mint ez, tehát ez ugyanazon a szinten van, tehát ezen más meg olyan nagyon most így nincsen. Most, hogyha úgy nézzük, akkor ott a posta melletti épület, amit fel szeretnénk újítani, mert ugye van egy olyan... Igen. Volt egy olyan döntés, ugye, hogy azt felújítjuk, vagy hogy eladjuk a Landi telepet, akkor azt annak az összegét oda ráfordítjuk, úgy ott akkor egy helyet csinálnak, ahol lehetne kondi termet létesíteni, mert szerintem ott viszont van hely. De az egy... Az nem most van. Projekt. Jó? Hát, de arra is. Az azt sincs olyan állapotban. Hát most nincsen, de ott tudunk kialakítani egy olyan... Tehát most ide mekkora hely kell nekik? Egy... Körülbelül, mint ez a... És ott lehet, akkor lehetne normál is öltözőt, meg zuhanyzót, mert akkor ott azért... Jó, hát azért... Az én véleményem szerint, hogy egyedül az a lehetőség van, hogy... Hát, ja. Ahhoz kell... Vagy a sportban szerintem ezt kellene kifesteni. Nem tudom, hogy az a baj, hogy azt mondják, hogy a festés maga, az ugye az a baj, hogy a vizesedés meg a dóság nem szűnik hát. Meg. Jó, akkor maradjunk annyiba, jó, hogy nézzük meg ezt az épületet, és akkor valami esetleg akkor azt mondhatom el, hogy ott lesz majd remélhetőleg valami lehetőség, de ez egy hosszabb távú történet. Hát ha van az embereknek rá igény, akkor kell vele foglalkozni. Persze, nyilván. Csak ugye, hogyha mondjuk ott csinálnánk egy újat, az nyilván sokkal több idő. Meg, hát mi lenne ezzel az épülettel? Nem tudom, nézzük meg ezt? Hát szerintem nézzük meg mindenképpen, hogy meg kell nézni ezt, meg kell nézni, hogy fűtési lehetőségük van-e, ugye dohosodás. Hát ugye, ez nem az a baj, fűtés miatt a fűtési lehetőségnél ugye az a baj, ha folyamatosan fűtöd, iszonyatos drága a gáz. Hát az egy temperáló fűtés 5 fokon, hogy... Megnézzük? Akkor legyen az, hogy megnézzük? Akkor nézzük meg. Ezt a lehetőséget. Jó, akkor annyi, akkor ezt fogom, hogy... Mert meg ugye a másik, hogy ugye ebben az épületben se volt szerintem benne senki, még, úgy közülünk, hogy minden. És ugye a jegyzőasszonynak mondanám, hogy szerintem az első részében ott még irattári anyagok vannak. Tehát, hogy ott nem volt benne senki közülünk. Ez de én voltam. Akkor lehet, hogy te voltál, de mi nem voltunk benne. Ez biztos. Jó. A hátsó részben, meg ott még... Ha jól tudom, akkor volt egyesületnek igen, a... Igen. Jó, akkor megnézzük, jó? Egy időpont javaslatot ki fogok küldeni erre, és akkor megnézzük, jó? Jó, akkor gyorsan, mert még az árban is van egy csomó napi rendünk, 80. A óvodai bárhoz kérdezik az óvodai dolgozók, hogy az önkormányzat hozzájárulna, idén is szeretnének bált rendezni, szervezni, hogy ehhez valami anyagi hozzájárulást adná-e? Minden évben adott, nem? Mind hát tudom. Egyszer volt. Most egyszer volt. Hát de az előtte lévő. Hát azt én nem tudom, hogy az előtte lévőknél mi volt. Azt tudom mondani. Szerintem már mi voltunk, amikor az Ági tartott egy utolsó. Oké, szeretnénk vagy nem szeretnénk? Szeretnénk. Tavaly mennyi? Nem tudom, most ne kérdezz ilyeneket, amit tudom én. Annyit adjunk, amennyit tavaly. 300 ezer forint? Hát... Most többet. Annyi, hogy most ha 300 ezer forintból ők már nagyon sok mindent meg tudnak oldani, tehát úgymond akkor marad nekik haszon. Most csak mondtam egy számot. És valami most is, hogy segítettünk nekik a berendezésbe is, szerintem. Igen. Termet biztosítottuk pluszba. Akkor mi legyen? 250 vagy 300, mit te mondjatok? 300.
Jó. 300. Akkor 300 ezer forintot biztosítunk az óvodai bárra, legyen bevételünk. Meg a helységet. Meg a helységet természetesen, azt én fogom akkor elkérni. És akkor még egy gyors a kulturális munkatárs részéről felmerült, hogy szeretné a testület, hogy búcsút szervezetten szervezzen, ugye eddig nem volt, és csak egy ilyen önszerveződő semmi szokott lenni, hogy most ő ezzel foglalkozzon-e komolyabban, vagy pedig ezt így elengedjük. Igen. Én azt javaslom, hogy foglalkozzunk vele, és most itt mindenek kívül, tehát a búcsod a falu védőszentjének az ünnepe tulajdonképpen, és javaslom, hogy ott ne legyen helypénz, illetve a kiskével egyeztessünk, hogy ugyanúgy, mint a falunapon, hogy a felhasznált áramot. Jó. Az önkormányzat. Illetve még egy valami összeget delegálunk-e hozzá, azért, mert ugye búcsú nincsen körhinta, meg ilyesmit nélkül, tehát valamennyi költségünk úgymond így van nekünk. Most nem tudom, 500 ezer forintot biztosítunk. Kérjen a virág egy ajánlatot? Jó. Azt mire? Lehet, tessék? Mire kérjen a körhinta, vagy valami, ja. Hogy legyen. A elfogadható ebben az esetben is az, hogy e-mailen kiküldöm? Ezt meg tudjuk beszélni szerintem. Csak azért, mert szerveznie meg kell, mert mindjárt itt a búcsú. Tehát, hogy Egy kérdésem a körhintára. Ha az önkormányzat állja ugye a körhintát, meg az ilyen igen. játékokat, akkor ugye az árusok, azok nem kérhetnek akkor érte díjazást. Tehát maga a körhintás az nem, igen. Ja. Ez így van. Úgy van. Minimál van olyan is, hogy olcsóbban. Így van. Vagy olcsóbban csinálja, de... valamennyi díjat kér. Jó, akkor akkor jó az, hogyha e-mailen... Mind a kettőre kérjen árat. Jó, tehát hogy ha ingyenes a résztvevőknek, meg hogyha valamennyit igen. fizetni kell, jó? És mennyit kell jó. fizetni akkor? A körhintás azt úgy is elmondja. Jó, oké. Oké, rendben. Más akkor. Jó, részemről... Egy kérdésem lenne csak. Igen. Múltkori testületén megszavaztuk a... konyhába, hogy megvegye magának a nagyfiúra. Igen, beszéltem is vele. Beszéltem vele? Igen, és intézi is a tésztafőzőt, azt kérdezed. Négy napra kérdezte tőlem, hogy milyen, vagy öt, hogy... Egy hete beszélt. Nem tudom, mikor volt annál. Pont ott voltam, mert mi egyeztettünk. Igen, intézi a tésztafőzőt, beszéltünk. Köszönöm. Igen. Jó. Igen. Pár kérdésem lenne, ugye mondtam az elején. Ja, igen. Új óvodával kapcsolatban határidő, a vállalkozónak... Október 27. Mi van akkor, hogyha nem teljesíti? Kötbér. Jó. Olyan merült föl a vállalkozóval szemben ilyen röpke hír állítólag, hogy csődközeli állapotban van. Azt tudom neked mondani, nyilván egy ilyet sem 100%-osan megerősíteni, sem megcáfolni nem tudok, mert nem turkálok a pénztárcájába. Azt tudom neked mondani, információim szerint a vállalkozó több közbeszerzést is elnyert. Most közbeszerzésen csak úgy indulhat, ha nincsenek tartozásai. Illetve tudomásom szerint több helyen is dolgozik, vállal új munkákat. Ennyit tudok mondani, tehát én azt gondolom, hogy ez nem a csőd közeli állapot. Jó, oké. Mi van akkor, ha véletlenül nem sikerül befejezni a projektet? Oké, akkor az van, hogy a projekt fennmaradó részét az időben necces egy kicsit, ilyenkor előfordulhat egy olyan verzió, hogy más vállalkozó fejezi be, tehát ki kell írni és be lehet fejeztetni mással. Jó, csak azért kell. Mikor kezdi el az udvar kialakítását, mert ugye itt lesznek az őszi időszakok és akkor a földmunkák elég nehézkesek. Figyelj, én úgy tudom, hogy ezt hamarosan, nem tudom neked azt mondani, hogy holnap után vagy holnap, de én úgy tudom, hogy most már neki fog állni az udvarnak is. Ugye ott a parkolót kell megcsinálni. Illetve azt már elkezdték. Jó, beszámolóddal kapcsolatosan, ez kicsit érzékenyen fog érinteni téged. Ugye a havi 500 ezer forintos pénz, amit megszavazott neked a testület, arról van egy olyan rendeletünk elméletileg a HÉSZ-be, hogy a polgármester 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrás felhasználásáról, igen. és utólag tájékoztatja a testületet. Igen.
négy év alatt nem történt meg egyszer se. Ez nem igaz. Én nem láttam róla semmiféle ugye bemutatást, hogy mire költötted. Én ezt szeretném a következő testületi ülés. De mit szeretnél? Hát azt, hogy mire költöd azt a havi 500 ezer forintot, amit megszavaztunk meg. Nem havi 500 ezer, ne. Nincs havi 500 ezer, én nem költök el havi 500 ezer. Én ezt értem, oké. Akkor de azt a pénzt, amit a havi 500 ezer forinton nincs, belül... Nincs havi 500 ezer. Hoztunk ilyen határozatot. Nem, nekem van egy, nem jól értelmezett. Nekem arra van jó köröm, hogy 500 ezer forintig bizonyos dolgokat dönthetek, tehát akár egy szerződés vagy valami, de ez nem arról szól, hogy én havi 500 ezer forintot elszórok. Senki nem mondta. Csak mondom. De hogyha ezt így nézzük, akkor a Melinda ügyletenként elkölthetne, tehát hogy egy naponta ötször gondolja úgy, hogy ez kell 499 ezer forintért. Akkor megcsinálhatja, nem? Nem, hoztunk erről egy határozatot, hogy maximum havi 500 ezer költhet saját hatáskörön belül. Szerintem nincs van. Hát nem tudom, most van. Bocsánat, de meg kell néznem az SMS, nem tudom. Megnézed addig? Tehát akkor úgy veszem, hogyha a polgármester asszony úgy dönt, hogy mai nap elkölt 500 ezeret, holnap elkölt 500 ezeret, akkor bármikor megteheti a testület engedélye nélkül. Te terjesztetted még ezt elő, Pisti, ezt az 500 ezer forintos témát, hogy ne költessen többet. Havi 500 ezer forintnál. Testületi jóváhagyás nélkül. Nem, havi 500-at terjesztettél elő. Te előterjesztésed volt még az elején. Nincs ebből most semmi gond, akkor megkérném a jegyzőasszonyt, hogy ennek nézzen utána legyen szíves. Ez az első évben történt, és szerintem még a nagyon első pár testületi ülésen, hogy ez hogyan hangzott el, és legyen szíves tájékoztassa akkor a testületet ezzel kapcsolatban. Itt úgy van a 40 szakasz 3-as bekezdés szerint az SMS-ben, hogy a polgármester 500 ezer forint értékhatárig dönt forrás felhasználásról, döntéséről utólag tájékoztatja a képviselőtestületet. Ezt olvastam én is föl. Csak ugye a Pisti, én úgy emlékszek rá, hogy az elején hozott egy olyan... Ez ugye két ülés közötti időszakra vonatkozik. Igen, tehát havi. A két ülés közötti az lehet, hogy másik havi. Ezt megnéznéd nekünk, hogy ez az első pár hónapban történt még, ez a határozat hozatal. Jó. Meg akkor meg... Az melyik évről beszélünk? 2019. Akkor az 2020-ban? Hát 10 vagy 19, ugye az október-november, vagy 20 eleje. Jó. Hát az SMS-t az elején fogadjuk el. Hát az SMS-t az alakuló ülés. De a Pisti javaslata volt ez az havi 500 ezer forint, csak onnit emlékszek rá. Az 500 ezer az 19-es volt, mert az én ugye emlékszem az alakuló ülésen fogadtuk el egyébként. Nem mi volt, hogy először kevesebbet és később módosodott? Nem, egyszer 500 ezer forint. És ezt, ha jól emlékszem, az alakuló ülésen volt, vagy közvetlen utána. Ha jól rémlik, akkor az alakuló után talán még egy testületi ülésünk volt 19-ben. Tehát túl sok mindent nem kell hozzá megnézni, de ez nem arról szól, hogy ezt így... Egyelőre most akkor nézzük meg azt, hogy mit hoztunk döntést. Ezzel kapcsolatosan még a jegyzőasszonyhoz lenne egy olyan kérésem, ugye mert vitatkozunk mindig arról, hogy milyen döntéseket hoztunk. A testület ugye nem tudja azt, hogy például 3 nap ezelőtt hoztunk-e valami döntést egy bizonyos témával kapcsolatban, hogy legyen szíves nézem utána az eddig összes hozott döntésünket 2019 ugye októberétől, amit ez a testület hozott, és ezt szeretném én ugye látni. Ez úgy értendő, hogyha ugye ez a megszerkesztett jegyzőkönyvekben én kivágom a határozatokat, igen, és akkor azt sorba rakom, az teljesen tökéletes. Köszönöm szépen. Na, akkor én nekem van egy javaslatom, mert hogy ezzel valakit nagyon szivatni fogunk a hivatalba, hogy jegyzőkönyvekből válogat ki. Kell legyen a hivatalnak egy határozat nyilvántartója, ami egy Excel tábla. Én javaslom, hogy ezt az Excel táblát küldjük meg, mielőtt jegyzőkönyvekből válogatunk ki, aztán utána a jegyzőkönyveket pedig vissza tudod nézni, tehát ha te szeretnéd ellenőrizni, hogy az Excel táblában lévő határozat
klappol-e a jegyzőkönyvben lévővel, akkor azt már össze tudod hasonlítani, de ilyen, amikor egy jegyzőkönyvben akár 20 döntés is szerepel, én nem gondolnám, hogy ezzel kellene most úgy az időt tölteni, hogy éppen a megbeszélés elején hangzott el, hogy a hivatalba most pont nem tombol a kapacitás bőség. Melyik könnyebb nektek? Én tudtam, a kirendeltségvezető vezetett egy határozatkirendeltetés. Nekem teljesen jó akkor az is. De ott határozat számok vannak. Nem, benne van a döntés is. Benne van a benne döntés. Kell, hogy legyen. Jó. Benne kell, hogy legyen. Jó. Akkor aztán... Úgyhogy én azt javaslom, hogy inkább ezt küldjük ki, mielőtt még itt valakinek egy heti munkát adunk, úgyhogy nincs rá kapacitás. Na, van-e még kérdésed? De egyébként ehhez kiegészítésképpen, tehát a legtöbb esetben a költségvetés az biztosít bizonyos döntéseket. Valóban ugye vannak az egyedieknél összegbeli korlátok. Én ezt nem lépem túl. Behoztam, nem hogy az 500 ezreseket, ha megnézitek, kisebbeket behozok, amiben egyébként lenne jogköröm dönteni, de nem szeretnék azért, hogy ne az legyen, hogy mert én akartam, hanem igenis, mert döntsön a testület. Behoztam tervezési árajánlatokat, stb. Stb. Azért hozom be, hogy együtt döntsünk. Tehát nem hobbiból csinálja ezt az ember, és ugye jó, de megnézzük a... Mert én úgy emlékszek rá, hogy a Pisti javaslata volt ez még annak az elején. Jó, őszintén nem tudom, hogy kinek a javaslata volt. Emlékszem, hogy kellett legyen egy ilyen. Igen? Én a jegyző asszonyhoz lenne egy kérdésem. Volt egy olyan kérésem még a kirendeltség vezetőhöz, ugye, hogy a közterületeknek a rendezettsége. És ugye kaptam én visszafele egy olyan választ tőle, csak egy ilyen érdeklődés, hogy van olyan lakó, Buzavirág utcában konkrétan, akit nem lehetett postai úton utolérni, hogy igen. Őket akkor... Igen, ezt pont igen, pont hoztam, és ilyen... mondtam, igen, hogy a, igen, egy valakit nem lehetett utolérni, és akkor itt felvettem a kapcsolatot a növény- és talajvédelmi osztályjal ugye a kormányhivatalnál, mert az ő hatáskörük élelmiszerlánc felügyeleti hatósági jogkörben eljárva felszállítani ők területrendbe, rakásra, karbantartásra, ők is felszállították, viszont az ő határozatukat sem vette, ezt odaadom, jó? Nem ezért, azt szeretném megkérdezni. Mondom folyamatában. És ugye nem is vett át, és ott értük is küldték, és én ezt pont azért hoztam, tehát teljesen véletlenül van most így minden, hogy ugye ebben az esetben ilyen közérdekű védekezést tudnánk elrendelni. Ami azt jelenti, hogy ugye ezt határozattal elrendelve, ugye az önkormányzat levágatja, és akkor azt pedig kiszámlázza. Külső a számlázásnál, igen, tudom, de számlázásnál pedig ugye ez a dokmódjára behagyható, mivel közérdekű védekezés, tehát meg tudja nézni az adós kolléganő, hogy van-e munkajogi olyan viszony, amiből esetleg levonható, tehát adókmódjára. Köszönöm a tájékoztatást meg, de én azt szerettem volna kérdezni, most nem ez, hogy de örülök neki, hogy tovább léptetek, és ez halad ez a dolog, hogy ügyfélkapu, mi az ügyfelet nem tudjuk utolérni? Azaz, hogy ahogy hivatal? Ahhoz kellenének olyan születési, meg egyéb adatai. És van, amikor például van, de nagyon sok esetben nincsen, igen. Nekem ez lett volna a kérdésem célvesen, hogyha... Mert hogy egyébként a tulajdoni lapon szerepelnek. Igen, már úgy kerültek ezek az elérhetőség is, hogy az adóból igazából a bejelentett adatok alapján néztük meg, és amit utolértünk, úgy... És ezt akartam, tehát akkor ők adót fizetnek a telek után, vagy hogyha utol se érjük, akkor adót se fizetnek, tehát adó elmaradásuk is van. Ezt nem tudom megmondani, ezt meg kell nézni. Mert akkor innentől fogva, tehát el akartam kiukadni, hogyha őt nem érjük utol, akkor ő neki adó elmaradása is van, tehát és az meg 5 év után elévül. Tehát, azt hogy... nem tudom megmondani, hogy van, de mindig csináltatok a kolléganővel, bocsánat, egy olyan táblát, hogy kinek van adó tekintetében elmaradás, akik azok, akiktől behajtani kell, javaslom nagyobb tételeknél. Én szoktam javasolni az ingatlanra történő ráterhelést, itt még nem volt példa rá, hogy kapos föl legyen ingatlanra ráterhelés, de nagyobb összegérére szoktam javasolni, de ez a táblázat is rendelkezésre áll, tehát ezt is meg tudom nézni, hogy kinek van elmaradás adó tekintetében. Nekem ez lett volna
egy ilyen javaslat, jó, vagy egy ilyen érdeklődés, hogy, hogy ügyfélkapon nem tudjuk, vagy más úton nem tudjuk elérni őket. Köszönöm szépen! Ide visszatérve Pisti az adóra, ugye a Buzavirág utcai telkekre idén hoztunk határozatot, hogy adót kell utánuk fizetni, igen, tehát ez se fog. Nem, mert igazod van. Hát annyi, hogy ugye azt a miután... Eddig nem is akartuk utól érni. Nem is tudnánk abban sem még jelen pillanatban. De visszatudja ott az adós kolléganő ellenőrizni, igen, miután tudja, hogy vannak címek, helyrajzi számok, és ez darabszámra viszonylag kézzel fogható. Tehát igazából ő darabszám alapján már vissza tudja ellenőrizni, hogy esetleg hol van nem cím, meg egyéb alapján, hogy hol van nem fizetés. Csak ezt neki akkor külön, úgymond erre kihegyezetten kell megnéznie. Igen, mert ott kifejezetten olyan adatok kellenek, amit a születési dátum pontosan hely, nem is tudom, amikkel ő az úgy felkaput. Hát az adásvételi szerződésekben benn vannak, akkor van gond, ha már tovább értékesítődött, de egyébként a tulajdoni lap is tartalmaz személyes adatokat. Jó, ez csak egy ilyen... Jó, meg amit egyébként meg ingyen lehet az ügyekhez kapcsolódóan. Jó, ez csak egy ilyen észrevétele. Jó, jó. Jó, mondjad meg. Nekem még lenne egy... dolog, itt hétvégén megkerestek egy vízelvezetési problémával, igen, tőletek nem messze, ugye Balázstalan látta is, ugye most vásároltak egy ingatlant, ott a buszmegálló mögötti rész. Hát én kimentem megnézni, érdekes, mert ott a lényegében, ami buszmegálló alá le van fektetve egy műanyag cső, és az nem vezet sehova. Az épületből kijövő csövek, ugye azok meg régen az árokba mentek, azok belettek temedve. Ezt meg kellene nézni, azt gondolom, hogy nem nagy összeg lenne ezt megcsinálni, sőt szerintem mi is meg tudnánk itt helyileg a vízelvezetést ott megoldani. Na most ezzel engem is megkerestek, tehát ezért tudom, hogy miről van szó, sőt engedélyt kértek, hogy megássák, amit szóba, de megadtam, mert hogy nyilván ezért nem fogunk szólni. És megkérdeztem az ott lakókat is, akik nagyon ott laknak, és látták annak idején, hogy amikor csinálták ezt a buszmegállót, hogy le voltak oda helyezve hídgyűrűk, amiknek benn kéne lenniük a buszmegálló alatt, csak nem lettek lehelyezve. Nincs jó, ezzel most nem tudunk, viszont egy műanyag cső, de egy műanyag cső ott le van fektetve végig a buszmegálló alatt, a járda alatt. Abban igen, de nem csatlakozik be sehova. Semmi gond, azt kell meghosszabbítani, és majdnem a hidatokig el lehetne vinni, és ott be az árokba, és a teljes vízelvezetési probléma ott három lefolyóval megoldódik, majdnem előttetek is. És tehát mi, ott minden vizet el lehetne vezetni. És hogy viszed át a csövet a hidakon? Ott nincs híd, ott végig földes az egész. Ott csak ki kell lásni egészen a buszmegálló mögött hondod? Igen, a buszmegálló mögött ott ez alatt az íves neton elvezető alatt, ott megy a cső. Jó, akkor azt mondom, hogy akkor a tulajdonos kérjen önkormányzati engedélyt, hogy a vagy az önkormányzati területen ezt a csövet átvezethesse, írja le, rajzolja le, hogy ezt hogy szeretné, és akkor szabályosan meg lehet ráadni az engedélyt. Szóval a vízelvezetés az nem önkormányzati feladat. A vízelvezetés egyébként azt mindenkinek a saját telkén kellene hivatalosan megoldania, tehát ezt talán te is a járdáról való vízelvezetés így van, a közúttól is, hogyha kivezeted az árokba, engedélyt kellene kérned, tehát nem lehet csak úgy kivezetni a vizet. Nyilván a közúttal, amikor egyeztettem, mondták, hogy ezért nem szoktak senkit sem piszkálni, sem megbüntetni, de akkor járunk el szabályszerűen, hogyha erről valami papír van. Ugye az árokba való kivezetést egyrészt a közúttól kéne engedélyt kérnie, hogy azt oda akarja, a másiknek, hogy minden önkormányzati területen viszi keresztül így az önkormányzattól, hogy ő ugyanoda lefektetne egy csövet. Hát a buszmegálló mögötti vízelvezetést azt hiszem az önkormányzatnak kell megoldani, és a kettő eléggé összefügg. Tehát beszélünk itt körülbelül egyébként 15 méter cső. Nem mondtam, hogy ne csinálja meg, csak papírozzuk le. Értem, csak hogy miért a lakosokra hárítjuk ezt a dolgot? Azért, mert az ő vizét vezetjük ki. Nem csak az ő vizét vezetjük ki, a buszmegállóból is elvezetjük a vizet. Tehát ő megcsinálhatja azt, hogy oda kifordítja az udvarra a lefolyót, aztán kifolyik a járdára. Ami ugye a lakosoknak káros, akik ott eljárnak. Tehát a vízelvezetést én azt gondolom, tehát az árokrendszer,
a fővízelvezetést, ezt az önkormányzat. De mi se csatlakozhatunk hozzá a közúthoz úgy, hogy nem kérünk engedélyt. Nem kell nekünk a közúthoz csatlakozni. Hát az árunkba fog végződni. Az áruknak a belső, a felétől ugye az önkormányzati, a másik felétől a közúthoz. Nem vezethetjük ki közúthoz. Az árunkba belevezetünk egy csövet, megkérdezem, és akkor holnap után valami választ fogok erre adni. Jó, hogy akkor te tudod, meg is tudod akár szerintem mutatni a... Igen. Az illetékes. Meg tudjátok nézni, és akkor mondjon rá valamit a közút, hogy mit csinálhatunk. Nem azért, csak hogy ne az legyen, az önkormányzat csinál valamit úgy, hogy engedélyt kellett volna kérnünk. De az a baj, hogy akkor fel kellene bontanod a térkövet, nem a szegély. De nem a parkolónál, ami van parkoló csinálva a templom előtt, azokon van elfolyó. Onnan van a másik oldalon nincs. A buszmegállóban nincs egy darab. Van egy szakasz, ahol semmi nincs. A Göncék előtt van a legelső. Igen. Nem, és ugye oda lejött a buszmegálló. Előttetek van a legelső. Még rajtatok. Hát igen. Akkor nagyon a telek szélén. Ott van a buszmegállók előtt pont. Tehát addig van megoldva, hogy a Balázséktól a víz az ugye a templom felé folyik el, mert arra van. A másik irányba nincs semmi lerakva. Tehát onnan nincs biztosítás. Egyébként szerintem ugyanez a helyzet a másik oldali. Valószínű. Egyébként valószínű. És ott még alacsonyabban is vannak a másik oldalt. Valószínű. Közút. Ugye Pistinek volt egy kérése, pontosan megkeresték a Petőfi utcából, hogy kiemelt szegélyt rakjunk a Petőfi utcai buszmegállóhoz. Mit? A buszmegállónak. Kiemelt szegélyt, tehát emeljük meg az úttól a buszmegállót, hogy föl tudjanak szállni az idősek, van rá megoldás, van rá olyan ember, aki megtervezi. Ha az az ember tervezi meg, aki ebben foglalkozik, tehát a közútnál van ilyen ember, aki ebben foglalkozik, megtervezi, akkor a közút engedélyt fog adni arra, hogy megemelt szegélyt rakjunk. Mennyi a tervezés? Nem kérdeztem meg egyelőre, mivel csak az volt a kérdés, hogy milyen megoldással lehet megcsinálni. Akkor kellene egy tervező. Jó, megkérdezem. Akkor egy árajánlatot kérünk a tervezőtől, hogy mennyire csinálná mind a két oldalt? Mind a két oldalt. Akkor... Hát most miért rám nézel? Na, jó. Hát nem, hát ez testületi... Hát akkor minden testületi oldalon meg kell, mert az egyik oldalon felszáll, a másik oldalon meg leszáll. Az a másik, tehát a lefele menő oldalal ott van egy kis probléma, hogy az jelen pillanatban engedély nélküli busz meg. Tehát a buszmegálló tábla engedélyes, csak maga a kialakított hely az jelen pillanatban sehol nem szerepel. Én azt, de azért talán ezért még nem... Nem büntetnek nem meg. Büntet. De a másik, amit én szerettem volna, és akkor fölfűzöm egy kicsit, ezt nem mondtam nektek, mert csak gondoltam, hogy majd egyszer, ha aktuális lesz, de most így ezzel a szintemeléssel aktuális lenne, hogy én nézegettem múltkor olyan buszmegálló beállókat, amik ezek a polikarbonátos fajták, ezek nem milliós tételesek, tehát nem akarok most nektek hülyeséget mondani, de én mintha ilyen 500 ezer forint körülibe láttam volna, hogy egy ilyen, ami fedett. Tehát, hogy rendesen be lehet állni alá. Az a fémvázas, vagy kockás, az, vagy ívelt fedéssel. Most én pont egy ilyen íveltet láttam. Tényleg nem tudom, hogy mennyi volt pontosan, majd megnézem, mert csak átment akkor a fejemen, hogy ha lenne egy picit, most helyre rázódnánk anyagilag, akkor én javasolnám, hogy oda tegyünk le mind a két oldalra egy ilyet. Ha gondoljátok, akkor én meg megnézem, hogy mennyiért láttam. Mert hogy amúgy az lenne a legkultúráltabb, hogy ezt a romhalmazt akkor elbontani, a másik oldalon meg lenne. De tényleg ez egy ilyen tök egyszerű, amit mondunk, hogy fémváz, kész, ennyi. Mert szerintem sokkal jobb lenne, mint ami most van. Akkor az én feladatom az legyen az, hogy én megnézem, hogy mennyibe kerül egyébként egy ilyen. Én meg kérek egy árajánlatot a tervezőtől, hogy mennyire tervezi meg a megemelést. Úgyhogy akkor mindegyikünk megvan itt feladat. De régen az a busz megálló tábla az a kereszteződés után volt, nem? Ugye a kereszteződésbe állt meg a busz. Hát ugyanitt volt a tábla, csak a busz mindig, most is a kereszteződésbe áll meg. Igen. Nagyon-nagyon ritka, hogy följebb áll meg, egy-két buszsofőr áll meg följebb, de általában az öreg buszsofőrök mind a kereszteződésben állnak meg.
Ez a tábla ott volt, ahova éppen rakták. Na, jó. Akkor csak azért meggondoltam, ha már megcsináljuk az alját, akkor lehet, hogy érdemes lenne így kompletten kezelni. Én megkérem az állajállatot, az állat szegélyről. Meg figyelj, esetleg annak, hogy van-e annak akadálya, hogy egy ilyet elhelyezzünk. Hát figyelj, szerintem a buszmegállónak utána már nem lesz akadálya, mert az önkormányzati hatáskör. A maga az épület, aha, jó. Tehát mind az összes többinél maximum egy engedélyt kell kérni, ugyanúgy közúttal. Jó, csak vagy... annyi, hogyha esetleg szeretnénk egy ilyet elhelyezni. Jó, ezt is megkérdezem. Jó, akkor én meg megnézem a következő ülésre, hogy akkor mennyiért is láttam ezt pontosan. Jó, van-e még valakinek van? Gyerülön. Akkor köszönöm szépen, és akkor zárt ülés következik.